Sziasztok! Mindenekelőtt arra a szívünknek kedves tényre szeretnénk reagálni, miszerint majd minden egyes adásunknál van egy olyan komment, miszerint valamelyikőtök fölveti, hogy hát méltatlanul kevés nézettsége van, vagy hallgatottsága ezeknek a műsoroknak. És ez nekünk nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy ti is egyetértettek azzal, hogy ami ezekben a műsorokban elhangzik, az fontos kérdés. Na most, az elmúlt időszakban egyre több és több feladatot jelent számunkra a Mindenség itt podcast műsorának az előállítása, és hát ez erőt ad nekünk, nagyon jelentős motiváció arra, hogy folytassuk, bár hozzáteszem, hogy azért hát ez elég kimerítő munka, és hogyha ezt nem kapnánk tőletek, akkor sokkal kevesebb energiánk maradna arra, hogy folytassuk. Ebben az országban, sőt a világban egyre nehezebb gazdasági helyzet van, nehezebben élünk meg, minden egyes segítség nagyon fontos, úgyhogy arra szeretnénk újfent kérni titeket, hogy amint lehetséges, próbáljátok meg rajtunk segíteni a műsor elkészítésén, akár úgy, hogy a Patreonon keresztül adományt küldtök, vagy közvetlenül támogattok bennünket, de már az is nagyon sokat jelent, hogyha egy-egy megosztással viszitek hírünket. Úgyhogy köszönjük szépen, illetőleg hát most azt is köszönjük, hogy ha ezeket a témákat ti fontosnak gondoljátok, akkor előjáróban a mai adás elején elmondhatom, hogy szerintem ma is nagyon fontos témáról lesz szó. Ez a téma ugyanis nem más, mint a szegénység. A szegénységről ma Bas Lászlóval, az ELTE oktatójával, szegénységkutatóval fogunk beszélgetni. Szép jó napot, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is! Köszönjük szépen, hogy itt Köszönjük, vagy. Hogy eljöttél. A Mindenség itt podcastben sokszor felvetődött már az a tény, miszerint a pénz mennyiben határozza meg az emberek boldogság szintjét, és hát többször elhangzott, hogy akkor, amikor évi 200-300 ezer dollárt keres valaki, az tök mindegy, hogy onnantól kezdve 50 milliót keres évente, mert igazán számottevően a boldogság szintjéhez ez a többletkereset nem fog igazán hozzájárulni. Az is elhangzott ebben a műsorban, hogy az viszont nagyon is jelentős, hogyha valakinek nélkülöznie kell, akkor az mennyiben tudja gátolni azt, hogy az ember igazán jól tudjon élni, jól érezze magát a bőrében. De nem tudom megállapítani, vagy fogalmam nincs arról, hogy mit jelent az, hogy szegénység. Azt gondolom, hogy egészen más jelent mondjuk Svédországban és Kongóban. Hogyan definiáljuk a szegénységet? Hát rögtön a felvezető néhány mondatodból lehetett látni, hogy a podcast arról beszélt, hogy szegénységben vagytok, és hogy így jól lenne egy kis pénzt szerezni. Hát így van. Szóval, hogy ez a dolog persze mindig relatív. Nem úgy van, hogy létezik egy jól körülhatárolható szint, anyagi szint, vagy szükségletkielégítési szint, amiről azt gondolnánk, hogy szegénység, csak relatíve van értelme ennek a fogalomnak. Az, hogy az én gyerekkoromban mit jelentett a szegénység, és ma mit jelent a szegénység, hogy a Móricz Zsigmond árvácskája mennyire volt szegény, és ma mennyire szegény egy kis településen élő gyerek. Hát amit te is mondtál, ú, de szeretnék Luxemburgba szegény lenni. Igen. Az időbeli és a térbeli eltérések, azok nagyon-nagyon meghatározzák, hogy mit is gondolunk a szegénységről. Egy izgalmas beszámolót olvastam, második világháború, a szövetségesek oldalán az indiai katonák partra szálltak Olaszországban, Szicíliában. Az indiaiak? Az indiaiak. És azt mondták, hogy ekkora gazdagságot ők életükben nem láttak, amit Szicíliában tapasztaltak, minden házban székek vannak. Ugye itt nem is egyszerűen arról van szó, hogy mennyi, hanem hogy mi az a szimbólum, ami a gazdagságot jelenti, vagy a szegénységet jelenti az emberek számára. Persze gondolkodhatunk erről úgy is, hogy hát azért van ennek valamilyen biológiai szintje. Tehát, hogy aki képtelen eltartani önmagát, akinek nincs annyi bevétele, hogy ennivalót tudjon vásárolni magának, hát az tértől és időtől függetlenül azt gondolhatjuk, hogy szegény, és igazából ez is a klasszikus közelítés a szegénységhez.
Hát most klasszikus közelítés, persze, ha elmegyünk a kereszténység kezdetéhez, amikor az evangélium végig a szegénységről szól, ha végigolvassa az ember az új szövetséget, Jézus csak szegény emberekkel van szinte kapcsolatban az egész történetben. Tehát ilyen értelemben a szegénység persze, hogy foglalkoztatta az embereket a történelem során folyamatosan, a középkorban folyamatosan, de ez mégiscsak egy újkori jelenség volt, amikor azt gondolták, hogy ez elfogadhatatlan. Itt valamit lépni kell, és ahhoz meg kellene határozni, hogy melyik az az embercsoport, aki olyan nagyon nyomorúságos helyzetben él, hogy ott már valamit tennünk kell. És ezek az első közelítések, ezek a létminimum számításnak a logikájára épültek föl. Ez a szó elég riasztóan hat. Ha valaki azt hallja, hogy a létminimum alatt élünk, hát elképzelek egy éhező, rongyos, fázó embert az aluljáróba, miközben marha nehéz megmondani, hogy mi az a minimális szükséglet, ami ahhoz kell, hogy mi életben maradjunk. Ráadásul vannak emberek, akik kifejezetten jól tudják érezni magukat, egészen számunkra olybá tűnik, hogy sanyarú körülmények között, és ő azt mondja, hogy ő boldog így, vagy jól érzi magát ebben a helyzetben. Igen, most már itt több egyére a boldogság jött elő ebben a beszélgetésben, de azért egy picit most még visszavinnélek benneteket ehhez a nagyon fafejű szociológus gondolkodáshoz, hogy hát próbáljuk már meghatározni a szükségleteknek azon körét, amiről azt mondjuk tértől, időtől függetlenül a minimális túléléshez szükséges. Hát a kaja, ami az embernek egyből eszébe jut. Na de mit kell együnk? Minden nap egy kifli? Tudnám, mennyi most egy kifli, az isteni volna, de nem tudom, 50 forint. Most biztos nagyon megugrott az inflációval. Több. Ja. De hát a minden nap egy kiflivel meghalunk. Hát, a létminimum számításnak az a logikája, hogy csinálnak egy élelmiszerkosarat, amiben a táplálkozáshoz értő szakemberek csinálnak egy listát, hogy egy felnőtt embernek átlagos megterhelés mellett mennyi fehérjére, szénhidrátra, zöldségre, gyümölcsre van szüksége, és ezt ahhoz, hogy egészségesen tudjon élni. Igen, és ezt középáron beárazzák. Hát már ez a lista is olyan ingoványos. Ha megnézi, létminimum számítás több mint 100 éve van Magyarországon, vagy volt, ugye most már 4-5 éve nincs. A KSH megszüntette a létminimum számítást. De ha megnézem a 20-as évek létminimum számításait, megdöbbentő dolgok vannak benne. Ugye, 5-tagú munkás család heti élelmiszer szükséglete, most nem emlékszem pontosan a számokra, de valami ilyesmi volt, hogy 5 kiló marhahús, 2 kiló kolbász. Hát hogy? Így képzeljük el a szegénységet? Hát, miközben persze a marhahús akkor egy nyomorúságos hús volt, amit csak a szegények ettek meg. Ez most ugye nagyon megemelkedett. Hogy mondjam meg, hogy még azt csak-csak el tudom képzelni, hogy kiszámolom, hogy mennyi szénhidrát, vagy mennyi kalória, de hogy ez miből adódjon össze, csirkefarhátból, vagy bélszínből, hát azért ez már egy nehéz ügy. És ha az ember megnézi a legutóbbi idők létminimum számításait Magyarországon, akkor azt lehet látni, hogy létezik ott egy lista, ami persze egy átlagos lista. Én nem szeretem a zöldséget, te érzékeny vagy a laktózra. Hát az egyéni, hogy mondjam, menünk, az persze nagyon fog különbözni. És ha beárazzuk ezt az átlagos listát, ezt csinálja a létminimum számítás, hát talán 5 éve volt az utolsó számítás, és akkor olyan 29 ezer forint jött ki egy felnőtt ember egy havi élelmiszer. Én most ezt itt megnéztem, és egy 2020-as pénzcentrum.hu cikk, ott ennek a kosárnak az értéke egy hónapra egy felnőtt embernek 28.167 forint. Bocsánat, ez 2020-as. Igen, ez egy 3 éves. Távoli manapság, amikor 30%-os infláció. Például a két aktív korú felnőttből és két 0 és 14 éves kor között álló gyermekből álló háztartás élelmiszer normatívája 100.162 forint per hó. Ez egy 3 éves írás. Ja. Ez egy 3 éves, és persze pont az élelmiszer árak most durván megugrottak, de ha még csak ezt is nézzük, a 2 évvel ezelőtti árakat is nézzük, 100 ezer forint csak az ennivalóra, hát azért az nem az éhezésnek hát nem a szintje. De az 4 embernek. Az 4 embernek, de hát ha most ti vagy a hallgatóink így végig gondolják, hogy szoktunk vásárolni egy hónapban, nem tudom, hogy léteznek-e még ilyen háztartási füzetek, de én például tudom, mert én a Piacon szoktam ilyen heti bevásárlásokat tartani,
hogy hát ilyen, nem tudom, 20 ezer forintból mi hárman vagyunk bevásárolók, és persze akkor hétközben még kicsit kell pótolgatni. Szóval a 100 ezer forint, hát az egy nagyon, nagyon bőkezű élelmiszerkosár. És hát persze nem csak enni kell az embereknek, hanem rezsit fizetni. Fűteni kell, ruházkodni kell, mosakodni kell, egészségesnek kell maradni. Ezek mind a létminimumhoz tartoznak. Azon aztán végképp elgondolkodhatunk, hogy vajon benne van-e az, hogy internetezzek, hogy információhoz jussak. Uh-huh. Benne van-e, hogy a gyerekemnek vegyek a szülinapjára egy ajándékot, vagy egy csokoládét. Hát le lehet úgy élni egy életet, hogy nem kapok semmit karácsonykor, mikor minden gyerek kap körülöttem. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy ez valami kemény, objektív határ, hát borzasztóan lágy az egész keret. Bocsáss meg, és egy olyan, az olyan szervezeteknek, mint mondjuk az Európai Unió, vagy az ENSZ, nekik sincsen egy objektív határozatok arról, hogy mi számít tényleg veszélyeztetett. Hát hiszen ez is objektív, amit mondtam, csak el kell dönteni. Igen, csak hogy van egy ilyen globális olyan előírás. Igen, konszenzus vagy. Igen. Hát tulajdonképpen nincsen. De akkor én most hogyan mondhatom bárkire azt, hogy egy szegény állam? Vagy hogy mi alapján tudjuk eldönteni, hogy szegény? Akkor ez mind relatív. Ez egy morális kérdés. Relatív és abszolút szubjektív. Hát vannak standardok. Mondani, igen. Vannak standardok, majd beszélünk is róla hamarosan, csak akkor zárjuk le ezt a létminimum ügyet. Igen. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy abszolút határ, egy mérnöki módon kiszámítható határ, és hát nem az. Még az előző csak annyit, hogy 100 000-et számoltunk csak az ennivalóra, és igazából majdnem a háromszorosa az, amit számítani szoktak, az összessel együtt. Na most, ha meggondolom, 2020-ban egy két gyerekes család 300 ezer forint, nagyjából ott volt a létminimum határ 260 ezer, ha ott van előtted, akkor látod pontosan is, hát a magyar népességnek a 30%-a a létminimum alatt élt. Miközben a szó rettenetesen riasztó. Ez is volt az egyik oka annak, hogy a KSH aztán nem számolta ezt tovább, mert azt mondták, hogy ez félrevezető, legyen egy olyan, hogy létminimum, meg társadalmi minimum, aztán az egészet kikukázták végül is. Ilyenfajta objektív közelítés is van még, de nem ez lett az általánosan standarddá vált dolog, hanem egy relatív közelítés. Nem érdekel, hogy tudsz-e enni vagy nem, hogy mire költöd a pénzed, azt nézzük meg, hogy mennyi bevételed van. Nem személyesen a munkajövedelmet, hanem a családnak a bevétele, hiszen a családban vannak gyerekek, akik nem keresnek, nem minden felnőtt dolgozik, de a családnak, a háztartásnak az összjövedelmét, hát azt meg lehet mérni, meg is mérik, Magyarországon is mindig megmérik. És az a standard, hogyha az ország középjövedelmétől egy család több mint 60%-nyi mértékben le van szakadva, akkor őt tekintik szegénynek. Ez a jövedelmi szegénységnek a fogalma. És ebben már össze tudjuk hasonlítani Luxemburgot Bulgáriával, Indiát az Egyesült Államokkal. Csak hát ebben meg ugye az a nagyon nagy baj, hogy a magyarországi átlagtól leszakadva 60%-ra, az ugyanaz, mint a luxemburgi átlagtól leszakadva 60%-ra. És azt is mondhatnánk, hogy ez mekkora marhaság. De egyébként tényleg ez a standard. Ez az, amivel országokat összehasonlítanak egymással. Ez a jövedelmi szegénység tehát relatív, és ha meggondoljuk, azért ebben van némi okosság. Ha egy olyan közösségben élsz, ahol senkinek nincs autója, hát ott nem nagyon fogsz zokogni, hogyha nincs autód. Ha mindenkinek van autója, akkor meg úgy érzed, hogy egy nyomorult pondró vagy, akinek gyalog kell járkálnia, vagy föl kell ülni a villamosra. Szóval azért a relatív szegénységnek az a logikája, hogy mi mindig a saját közösségünkhöz hasonlítjuk a helyzetünket. Ezért szerintem nagyon szerencsétlen Magyarország. Mert hogy mi a nyugati fejlett civilizációhoz tartozunk, de annak inkább a hátsó harmadához, és látjuk azt, hogy hogyan élhetnénk, és ezért a vágyaink
azt sugallják, hogy inkább úgy éljünk tényleg, mint a németek, mint a hollandok, a svédek és a többi. És ehhez képest meg hát vannak olyan területek ebben az országban, ahol ez fényévekre vagyunk ettől. Az előbb kijavítottad magad, mert kiejtetted azt a szót, hogy szubjektív. Miközben egy ilyen közelítés is van. Nem nézem, hogy mennyi a bevételed, nem nézem, hogy mire van szükséged, azt nézem, hogy te hogyan éled meg a saját helyzetedet. Ha te nyomorultul érzed magad, ha te úgy érzed magad, hogy borzasztóan nem engedheted meg azokat a dolgokat, amiket egyébként mindenki megengedhet, akkor ennek az élménynek az átélése, ez ugyanolyan fájdalmas akkor, amikor valakinek nincs mit ennie, mint akkor, amikor valaki már igen. ötödik éve csak a, nem tudom én, Balira jutott el nyaralni, mikor már egyáltalán nem menő. Igen. Most persze ez egy kicsit túlzás, de egyetemen tanítok, elsősorban szociális munkás hallgatókat tanítok most már jó pár éve, és mi minden éve elmegyünk terepre. Elmegyünk egy olyan hátrányos helyzetű régióba, kis településekre, ahol borzasztó alacsony az életszínvonal, rengeteg szegény család él, a diákok ilyenkor meglátogatják a családokat, beszélgetnek velük, interjúznak, megismerik, hogy hogyan élnek. És ez egy folyamatos, minden évben előkerülő ilyen nagy megdöbbenés, hogy beszélgetnek egy családdal, ülnek egy lakásban, aminek egy helyisége van befűtve, ahol egy darab ágy van, ez az összes bútor, ahol 4-5 gyerek szaladgál, ahol láthatóan nincs rendes ennivalójuk. És amikor szóba kerül, hogy szegények, hát mi nem vagyunk szegények. Ha be van fűtve, meleg van. Itt van ez a csodálatos ágyunk. A szomszéd, na oda menjen át, hát ott már fagyoskodnak, nem tudom mióta. Tehát ez egy nagyon erős tényező, hogy nekem van egy vonatkoztatási keretem. Azt mondod, hogy a nyugat-európai életszínvonal, ami vonatkoztatási keretünk, hát lehet, hogy Budapesten, lehet, hogy egy bizonyos iskolázottság igen, után igen. ez, de amikor... Másnak meg Budapest. Budapest. Ugye egy ilyen alkalommal egy kis településen nyár volt, a gyerekek ugye kint játszanak a porba, és akkor így megkérdeztem nagy naívan az egyik gyereket, hogy nyaralni hova mész? Hát mondta, de nem megy nyaralni, hát miért menne nyaralni? Itthon van, hát fel nem merül a nyaralás. No, és ha lenne lehetőséged, akkor hova mennél? Hát elmennék Encsre. Szóval, hogy addig tudok ellátni, képtelen vagyok ellátni Párizsig. Hát hogy jutna ilyen hülyeség az eszembe? Egyébként nekünk is a saját vágyaink, meg a saját vonatkoztatási keretünk, hát egy csomó minden nem jut eszünkbe, ami egyébként ahogyan mondtad, Németországban, vagy az Egyesült Királyságban, vagy a világnak a gazdagabb csücskein persze eszünkbe juthat. Arra szeretnék kérni, hogy próbáljunk meg egy kicsit a másik oldalra átállni. Ezt úgy értem, hogy most arról beszélgetünk, hogy egy szegény hogyan éli meg az ő helyzetét. De mi, akik azt valljuk, hogy nem vagyunk szegények, lássuk azt, hogy mi a szegénység, illetőleg társadalmilag mi a probléma a szegénységgel? Miért baj az, hogy egyáltalán van szegény? Miért, hogy gondot okoz-e ez egyáltalán egy országban, a világban? Mit érdekel engem, hogy vannak szegények? Miért nem lehet őket úgy hagyni, ahogy leszarjuk őket, mindenki a saját szerencséje kovácsa, csinálják azt, amit akarnak? Ebből az aspektusból mit gondolsz a szegénységről? Hát most egy ilyen nagyon sok rekeszű dobozt nyitottunk ki, de sok felől megpróbálhatjuk közelíteni. Hát az egyik, amit így, nem tudom, ideológiailag, vagy érzelmileg gondolok erről a dologról, hogy végül is csak egy közösségnek vagyunk a tagjai. Magyarok vagyunk mindannyian, vagy budapestiek vagyunk. Vagy emberek. Vagy emberek zavar vagyunk. Az, igen. hogy mi történik igen. Afrikában. Szoktam néha egy ilyen játékot a diákjaimmal csinálni, hogy na, egy lakatlan szigetre kerültünk, mindenki megpróbál hozzátenni valamit a közösség fennmaradásához lesz, aki majd vadászik, meg gyűjtöget, meg csiholja a tüzet, és mindig szoktam mondani, hogy hát gyerekek, én már olyan öreg vagyok, én majd ücsörgök a tengerparton, nézegetem a csajokat. Hogy fogok-e kapni kaját? Van-e a közösségnek bármi felelőssége a tekintetben, hogy aki a közösségbe beleszületett, annak legalábbis ahhoz van joga, hogy életben maradjon. És nem olyan egyértelmű, hogy ezt mindig mindenki így gondolja, hogy van. Én egyébként a neveltetésem, az érzelmeim, a világnézetem alapján
Így gondolom, azt gondolom, hogy az emberi közösség ráadásul egy olyan gazdasági fejlettségű ország, mint Magyarország, egyszerűen nem engedheti meg, hogy emberek megfagyjanak a saját házukba, hogy éhen haljanak, hogy borzalmasabbnál borzalmasabb történeteket olvashatunk. Én azt gondolom, hogy erről a mi közösségünknek van felelőssége. Ennyit legalább, hogy életben lehessen maradni, hát ennyit. Én az ördög ügyvédjét játszom. Okay. Világos, én is teljesen ki vagyok attól, hogy az a megoldás, hogy Budapestről el kell a peremkerületekbe üldözni, még véletlenül se legyenek szem előtt a otthontalanok. Ez nem megoldás. De hogyha azt veszem, hogy miért kéne nekem foglalkoznom azzal, hogy ez a szegény ember, az most hogy él? Hát szedje össze magát. Ne, így jól, ne kábítószerezzen, menjen el dolgozni. Miért baj az, hogy ez morális kérdés? Tehát az, aki így viszonyul, persze, mi mindannyian szerintem, akik itt ülünk az asztalnál, nekünk ez fontos. Ez érzelmi indítatás, hogy egyáltalán erről beszélgetünk. De más szerintem le se szarja. Mit érdekli ő? Guríthatok egyet? Kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz. Én erre azt mondanám neked, így, ha te vagy az ördög ügyvédj, akkor én ki vagyok a valami angyalnak a bérendző, nem tudom, mindegy. De hogy én azt mondanám erre, hogyha az emberekről így gondolkozol, társadalmi szinten ezt gondolod, hogy mivel te egy olyan kis szigeten élsz tulajdonképpen egy ilyen buborékban, ahol neked jó, és ebből kifolyólag leszarod, hogy kik fagynak meg a házukban, vagy nem tudnak a gyereküknek kaját adni, és meghalnak, meg ilyenek. Akkor azt mondanám, hogy ez pont olyan, mint hogyha ha ugyanebben a buborékban lennél, és kijelented azt, hogy leszarom, hogy mondjuk Indiában olyan szennyezett a levegő, meg hogy pusztul a környezet, és hogy a klímaváltozás hatására pedig az, minden más is pusztul, meg hogy az esőerdőket írtják ki itt meg ott, és ezt leszarnád, ami egy, ezt szerintem is egy, sokan leszarják. Persze, ezért mondom, hogy számomra ez nagyon hasonló analógia, hogy attól még, hogy te egy olyan buborékban élsz most, ahol neked jó, és leszarod azt, hogy mi van ott, ezek olyan könnyen átjárható, és valójában, noha látszólag nem érint téged, de valójában a potenciálja, de nem tudsz, egyszerűen ezek elől nem lehet elmenekülni. Végeredményben nem tudod megúszni a klímaváltozást, és nem tudod megúszni a katasztrofális társadalmi destabilizációt, mert egyszerűen ennek ez olyan, mint egy ilyen véget nem érő hitelbuborék, ami okvetlenül fel fog robbanni. Én ezt mondanám erre. Okay, én most mégis az ördög ügyvédjének leszek az ügyvédje. Ez nagyon messze van tőlünk. Majd a tengerszint föl fog emelkedni, szegény hollandok. Mit érdekel engem? Ez, igen, amit mondasz. Mit érdekel engem? Menjünk végig mondjuk autóval a városon, és minden kereszteződésben ott áll egy kéregető. Jó, mondjuk az elsőnek adok, de már a második, meg a harmadik, tényleg az én dolgom. Nekem kell életben tartani ezeket. Hát nem, ezért van az én életem is nehéz. Hát én nekem, igen, is be kell fizetni a számát. És még valami? Hát az én adóim. Hát én beadtam az adóimat, miért nincs egy szociális rendszer, amelyik ad ezeknek az embereknek valamilyen támaszt? Tehát igazában az egyéni élmény, hogy én nem fogom tudni megoldani a világ hatalmas bajait. Nagyon együtt érzek a szegényekkel, a hajléktalanokkal, de nem. Hát dolgozok, befizetem az adót, és legyen egy rendszer, ami ezt megoldja. Na most ugye azért mondom, hogy az ördög ügyvédjének vagyok az ügyvédje, mert szerintem ezt nagyon sok ember átéri. Tulajdonképpen lehetetlen. Hát nem tudjuk a nyakunkba venni ezt a borzalmas probléma kupacot. Rosszabbnál rosszabb megoldásokat lehet hallani beszélgetésben. Nekem van egy hajléktalanom, mondja valaki, annak az egynek mindig adok. Na most, hát... Úristen! Igen. Nagyon, nagyon rossz akusztikája van a dolognak, de ha most belegondolunk, hogy lehetne ezt morálisan rendesen csinálni, hát tulajdonképpen tényleg nagyon nehéz. Nem tudok megoldani ennyi problémát. Lehet, hogy tudok adományokat adni, lehet, hogy tudok önkénteskedni. Egy kicsit egyébként én azt a feloldását találtam a saját nézőpontomból, hogy hát én annyit fogok megtenni a világ problémáinak a megoldásához, amennyihez nekem erőforrásom van. Ha nekem annyi erőforrásom van, hogy most beszélgetek veletek, hát akkor ennyit tettem hozzá. Uh-huh. És ha ennyi sincs, akkor csak szomorúan arra gondolok, hogy milyen nehéz helyzetben élnek az emberek. Szerintem ez
egyetértek veled, hogy egy ember nem tudja a nyakába venni ezt, és igazából szerintem nem is kell. De hogyha mondjuk a föld populációjának a nagy része azt gondolná, amit most te elmondtál, hogy az erőforrásaimhoz mérten viszont valóban tényleg a saját becsületemek és morális képességeimnek, vagy mondjam, erkölcsemnek eleget téve az én erőmben úgy, hogy magamat ne nyomorítsam meg, mert akkor ugye csak rontok az egész problémán, globálisan nézve, még egyel több nyomorék embert csinálok, viszont amit tudok, azt megteszek, akkor azért nem így festene a kép, és szerintem ez a baj abban, hogy ugye a legtöbben tényleg, vagy nagyon sokan így vannak ezzel, hogy a Hollandia az messze van, mert mit tudom, 2030 messze van, meg ilyenek, de azért van messze, és ugyanakkor azért nincs messze, mert sokan leszarjuk ezt. Két társadalmi csoport is eszembe jut mindenről. Az egyik az, aki közvetlenül kapcsolatban van a szegény emberrel. A falu szélén élnek a szegények, mondjuk egy roma telepen. Nehogy már én, aki bent lakom a faluban, úgy viszonyulok ehhez a kérdéshez, hogy nehogy már az a szerencsétlen kapjon pénzt, amikor nekem is annyira nehéz, én nekem adjanak segítséget, nekik nem jár. Tehát bizonyára van ilyen, hogy a faluban. Ez az egyik. A másik, akik kvázi jobbátságot, meg tehát kizsákmányolják a szegényet. És nem csak Magyarországról beszélek, tehát ezt meg lehet nézni, hogy a világ legfejlettebb országai elviszik a szerencsétlen kínai gyerekekkel, meg bangladesiekkel összevaratni azt a farmert, amiben abszolút. Mi bőven vígan járunk. Tehát itt voltak éppen ez egy ilyen nyerészkedés is. És emiatt szerintem a szegénység felszámolása az egy már lehetetlen kihívás. Hát a felszámolása az tényleg lehetetlen kihívás, tehát hogy az a kommunizmusnak az ábránja. De hát mindig lesznek az emberek között különbségek, mindig lesznek egyenlőtlenségek, mindig lesznek jobb és rosszabb helyzetben lévő. A mérték számít bizony. Nem tudom a nyakamba venni a világ összes problémája, de ha van bennem egy annyi elkölcsi tartás, hogy a tőlem telhető, az erőforrásaimtól terhető szolidaritást megteszem, adakozok. Karácsonykor megveszem a fedél nélkül lapot, elmegy a gyerekem önkénteskedni, és lefesti az iskola kerítését. Ezek azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok. Amit említesz, az viszont az, hogy hát most nem tudom a mértékét, de nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy dehogyis. Hát szó nincs ilyesmiről. Mármint? Nem fogok adni egyáltalán semmit. Hát ezek az emberek, akik szegények, ezek érdemtelenek. Ezek nem érdemlik meg. Én gűrizek, mint az állat, kapok egy ócska fizetést, ez meg egész nap ül, nézi a tévét, és akkor ugyanannyi segélyt kap, mint én. Ugye ez a nagy, hogy mondjam, ilyen közvélemény panel, vagy közgondolkodásban meglévő panel, nem fogok segíteni. Próbáljon meg ő is tenni valamit. Hát én is gürcölök, én is elmentem a szomszéd faluba, csak lett munkám, meg iskoláztattam a gyerekemet. Ugye ez valóban egy nehéz ügy, hogy vajon az érdemli meg a támogatást, a segélyt, a segítséget, aki tesz is érte valamit, hogy ezt mindenki megérdemli. Ebben a buta példában, amit az előbb említettem, a lakatlan szigeten, szándékosan ezt szoktam mondani a diákoknak, hogy én egy alkoholista ingyen élő vagyok, aki nem akarok dolgozni. És még itt is azt gondolom elvileg, hogy hát azért bizonyára nem fogok jól élni, de hát legalább egy ócska banánhéjat vethetnének nekem, hogy azért ne halljak meg éhen. És menjünk el egy kis településre, ahol tényleg azt lehet látni, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, hogy létezik egy szociális háló. Léteznek segélyek. A segélyekből hozzá lehet jutni mondjuk 40-50 ezer forinthoz, 15 évvel ezelőtt vagyunk, a minimálbér olyan 100 ezer forint környékén van, 50 ezer forintot megkap, pedig semmit nem csinál, ül és nézi a tévét. És még a baloldali kormányban, a 2009-ben elindul egy program út a munkához. Hát nem fogjuk ingyen kiszórni a segélyt ezeknek az embereknek, hanem közmunka. Menjenek el dolgozni, és akkor majd meg fogják érdemelni a pénzt. A közmunkabér akkor 47 ezer forint, az így el is híresült voltak ilyen valami parlamenti hozzászólás, hogy 47 ezer forintból hogy lehet megélni. Na, de ezért dolgozni kell ám, nem lehet otthon hemperegni. Hát, ja, ez ugye úgy zajlott, én ezt elég jól láttam, hogy a kis településeken a polgármester úr megkapta a feladatot, hogy akkor ossza ki a
közmunkát. Volt mondjuk 10 egységnyi ember felvételére pénz, hiszen annyi pénz nem volt a közmunkára, hogy mindenki tudjon dolgozni, és volt a polgármester úr, meg a Jucika, a titkárnője, azt akkor most ők foglalkoztassanak 100 embert a faluba. Hogyan? Hát semmit nem tudnak. Mit dolgoztassunk velük? Söprik a falevelet. Emlékszem, az őszi erdőbe söpörték a falevelet, hogy valamit csináljanak. Hát egészen nyersen egy kényszermunka volt, hogy hát akkor valamit csináljanak, csak úgy ne kapják meg a pénzt. Nem beszélve arról, hogy ugye nem volt elég központi forrás, tehát a 8 órás közmunka helyett 4 órást lehetett vállalni. Akkor kapta 23 ezeret, 5 ezerrel kevesebbet. Hát ugye ez nagyon rosszul mutatott, akkor kitalálták, hogy jó, akkor vigyük le a segélyt 22 ezerre. Tehát, hogy így ne legyen ilyen feszültség. Jó megoldás. De ez, amitről itt beszélgetünk, hogy hát legalább tegyen érte valamit, ez láthatóan egy álságos, egy értelmetlen, egy kényszermunka keret volt. Láttam egyébként kiválóan működő közmunkaprogramokat is, de igazából tényleg arról van szó, hogy hát csak úgy nem kaphatsz pénzt. Ugye, családi pótlékgyes. A gyerek nevelése, a gyerekek vállalása az a közösségért hozott tett. Hát folyamatosan halljuk, hogy fogy a magyar, miért nem születnek gyerekek. Hát hol születnek a gyerekek? A szegénységben. Már a népmesékben is úgy van, hogy a szegény embernek annyi gyereke van, mint a rostalika. Ugye, hát ha támogatni kell, ők ezt a közösségért is teszik, akkor adjunk a gyerekneveléshez támogatást. Gyes, családi pótlék 2009 óta mozdulatlan, mert hogy hát ja, persze szülnek gyereket, és akkor csak úgy megkapják a pénzt. Nem, kössük munkához. Volt ilyen egyébként a Kádár rendszerben is. Kössük munkához, legyen családi adókedvezmény. Nagy pénzt lehet keresni, csak pont ezeknek a szegényeknek semmilyen adóköteles jövedelme nincs. Tehát ezek a libikókák, hogy tegyél érte valamit, de nem tudsz érte mit tenni. Nincs végzettséged, nincs értelmes munka, amit elvégez. Mit tegyek meg érte? Imádkozzak, vagy... Szóval ez mindig egy ilyen nagyon, nagyon kétélű dolog. Rá is tértünk szerintem a szegénység felszámolásának problematikájára. Tehát, hogy mit lehet tenni ez ellen? A felszámolás az hogyan működhet? A közmunkaprogram az nem kizárólagosan egy statisztikai adatfényesítés? Annak van-e bármi nemű társadalmi java? Hát a dolognak van logikája. Hát nem mondom kétségbe. Igen, ugye a nagy gazdasági válság idején a Roosevelti New Deal az egy közmunkaprogram volt. Nincs piaci munka. Nem lehet elmenni a vállalkozóhoz dolgozni pénzért, mert válság van. Akkor legyen nagy állami beruházás, árvízvédelem, útépítés, nem tudom, most itt Magyarországon fölmerült, hogy akkor bicikli utak az egész országba, alatta az üvegszálas internet. Legyen egy olyan munkatevékenység, ami nem piaci, amit a költségvetés fizet, ami ezeknek az iskolázatlan embereknek is alkalmas munkát ad, hát azért merült fel mondjuk például ez az árvízvédelem, az útépítés, ennek volna logikája, de emögött soha nem volt egy ekkora állami elhatározás. Ahogyan mondom, az történt, hogy helyi szinten próbálták megoldani a dolgot, és helyi szinten semmilyen megoldás nincs. Ráadásul a közmunkával ugye piaci értéket nem lehet termelni. Hát hogyha én... Árokásás kávé. Hát igen, tehát ha én, nem tudom, paradicsomot termelek, és egy vállalkozó vagyok, és eladom a piacon, és az én munkásaimat kifizetem, közben a szomszédban a közmunkás kvázi ingyen, vagy állami pénzből fogja a paradicsomot termelni, hát az nekem egy akkora konkurencia. Nincs. Hát tudjátok, valóban ároktisztítás, levélsöprés, hólapátolás, ilyen típusú munkák azok, amik a közmunka túlnyomó részében vannak. Tehát van a dolognak logikája, ráadásul úgy is volna neki logikája, hogy azért azt elég... Csak a volumenével van akkor probléma? Nem. A probléma azzal van, hogy nem tudnak értelmes munkát adni ezeknek az embereknek, és ugye regionálisan a dolog nagyon szét van szórva. 89-ben a rendszerváltáskor a szocialista nagyipar és a TSZ-ek ugye szétestek, Észak-Magyarország, erőművek, bányák, vegyipari üzemek, egy csomó iskolázatlan vagy alacsonyan iskolázott ember, aki ott dolgozott, azonnal az utcára került.
hova fognak ők elmenni? Mihez ért az, aki egész életében bányász volt? Majd elmegy a Mercedes gyárba összeszerelni valamit. Nincs is ott Mercedes gyár. Nem is fog oda menni a Mercedes gyár sohasem. Szóval a közmunkaprogramnak az volt az egyik logikája, hogy ez egy szocializációs elem, hogy kvázi hozzászoknak az emberek, hogy föl kell kelni minden reggel, be kell menni a munkahelyre, nem lehet elkésni, ott vannak feladatok. Hát ha megnézi az ember a valóságos közmunkát, el lehet késni. Ülünk a árokparton és cigizünk. Ja. Minek csináljuk az értelmetlen hülyeséget? Meg hogyha effektíve tényleg normális munka, hely, teremtés valósulna meg, akkor az az ember tényleg elmenne és csinálná. Mert hogyha nem megy el, kirúgják és jön valaki helyette más dolgozni. Csak nincsen semmiféle munkalehetőség ezeken az elmaradott területeken. Igen. Az Eurostat 2022-es felmérése szerint az Európai Unióban azt hiszem, hogy 240-valahány régiót hasonlítanak össze, és ebből az észak-alföldi, az északi és a dél-dunántúli az igen. benne van a top. Igen, 15-ben vagy 20-ban. Tehát az egész Európai Unióban ezek a térség a lehető legborzalmasabb vidékek. Igen, igen. És ugye lehet azt mondani, hogy ezek az emberek lusták. Hát miért nem megy el akkor Budapestre, vagy Londonba, vagy hát persze, hogy menjen el? Persze. Hát nincs kapcsolatrendszere, hol fog aludni? Nyelvtudása. Rengeteg tőke kell ahhoz, hogy valahol elköltöz. Tehát ott... Na most, ami azért érdekes, hogy hát ha megnézzük, azért a foglalkoztatottság elég rendesen megugrott az elmúlt 4-5 évben. Most már 75-77% körül van a foglalkoztatottsági ráta Magyarországon. Úgy, hogy közben a közmunka visszament, tehát 2016-ban volt 230 ezer közmunkás, most van 70 ezer. Tényleg? Ja, nagyon visszafogták. A tartósan munkanélküliek száma nem csökkent. Ez igazából azt jelenti, hogy csomóan most már a közmunkához sem férnek hozzá. Amihez hozzáférnek ebben a régióban, azok az alkalmi munkák, zömmel fekete munkák, építkezés, mezőgazdaság. Nyáron voltunk Nógrádban a diákokkal, jöttek ki az asszonyok, hogy dolgozik az uram, 250 ezer forintot hozta a Nógrádból, Szekszárdra jártak vágni az autópálya mellett a füvet. Na most volt, aki ott aludt, ugye az pluszköltség megint, nincs a családjával, és hát a 250 ezer forint nagyon jó pénz ebben a közegben. Meddig van? 3 hónapig? 4-ig? Utána nincs. És boldogan meséli. Hát boldogan, abszolút boldogan, mert hogy el tudtak valami helyezkedni, valamit tudtak csinálni. Na de hát ez tényleg egy perspektívátlan cucc. Onnan indultunk, hogy lehet a szegénységet felszámolni. Felszámolni valószínűleg sehogyan nem lehet, tehát szegények pedig mindig lesznek köztetek, ha már itt a evangélium szóba került. A nagy különbségeket kellene valamilyen módon egy kicsit csökkenteni. A közmunkaprogram jó gondolat lenne, de egyszerűen értelmezhetetlen keretekben próbálták megcsinálni Magyarországon. Nem lehetett rendesen pénzt keresni bele, nem szocializált vissza egyfajta munkatevékenységre. Ami van, ezek a fekete és alkalmi munkák, amik hát kiszámíthatatlanok, teljesen kiszolgáltatottak az emberek, bármit tehet velük a vállalkozó, amit csak akar. És a rehabilitációt tekintet, létezik egyáltalán valami olyan állami szándék, vagy valamilyen, bármilyen tényleg lehetőség, ami olyan embereknek szól, vagy olyanokon tudna segíteni, akik már esetleg hosszabb ideje munkanélküliek, vagy emellett még egyéb bajuk is van, nem tudom, bármilyen szenvedélybe. Tehát, hogy már annyira perifériára került emberek, akik már ha szeretnének, sem tudnának visszatérni igen. a körforgásba. Én igazából az elmúlt 20 évben főleg gyerekszegénységgel foglalkoztam, és amiről pozitív dolgokat tudok mondani, a gyerekekkel van mit csinálni, és lehet mit csinálni. Valakivel, aki már 20-25 éve ebbe a mókuskerékbe van benne, hogy segély, közmunka, elmegyek a vállalkozóval, kicsit lapátolunk, okosba, nem tudom. Hát ott nagyon-nagyon nehéz igazán mondani valami nagy integráló programot. És ráadásul azért látom, még Észak-Magyarországon is látom, Miskolcon nyílik egy nagy üzem. Mondjuk a Bosch azért elment Miskolcba, nyitott egy üzemet, vesznek fel iskolázatlan embert, és akkor ott lakom a Csereháton, nem tudom, 20 kilométerre Miskolctól, el lehetne menni minimálbérért. Hát, ha közmunkás vagyok, akkor kapok 120 ezer forintot, ha elmennék a Boschba, akkor kapnék
180-190 ezret. Nagyon megéri, de ahhoz kéne vennem egy buszbérletet. Hát az 30-40 ezer forint. Az a pici különbség már nem biztos, hogy megéri, hogy én minden reggel fölkeljek, nem késhetek el, nem cigizhetek az árokparton, nem mehetek haza megmelegíteni az ebédet a gyereknek. Most mondhatom, hogy ezek micsoda lusta népek, miközben egyszerűen csak észszerűen gondolkodnak. Nem csinálom meg. Hát én, vagy te sem csinálod meg, amikor kínálnak egy olyan lehetőséget, amivel nem kerülsz jobb helyzetbe, és sokkal többet kell érte kecsölni. Szóval, hogy tényleg nagyon nehezen látom azt, hogy tömegesen ezt a durván 250-300 ezer embert, aki teljesen kiszorult már a munkaerőpiacról, ezt vissza lehetne integrálni. Akkor, amikor még tizenévesek, akkor még van esélyünk. És ott látok is erre jó példákat. Mondok egyébként egy olyan sztorit, ami nekem nagyon-nagyon plauzibilis volt. Tarnabod, befogadó falu, a máltaiak ott hajléktalan embereket, családokat vittek Tarnabodra. Ugye ez egy heves megyei község, rengeteg üres ház, mondta a polgármester, itt nem kell hajléktalannak lenni, van hol lakniuk. Most a máltaiak ezt úgy csinálták meg, hogy komoly szerződés volt, kellett fizetniük a számláikat, és el kellett menniük dolgozni. Csináltak egy üzemet Tarnabodon, egy ilyen szétszerelő üzem, elektronikai hulladékot, a műanyagot az aranytól meg az alumíniumtól kellett szétválogatni. Ehhez tényleg nem kellett végzettség. És amikor elkezdődött a meló, akkor ezek az emberek azt mondták, 8-kor kezdődött a munkaidő, 9-kor, hogy ők mennének ki cigizni. Hát mondták, hogy majd délbe. Hát, most dolgozni. Hát ő nem bírja ki délig. Na most Tarnabodon azt meg tudta csinálni a Málta, hogy oké, akkor óránként 10 perc cigiszünet, és akkor nem 5-ig tart a munkaidő, hanem 6-ig vagy fél hétig. Na de hol csinálja meg ezt egy piaci szereplő? Szóval ez azért egy fontos történet, mert itt nem egyszerűen közgazdasági elemeket kell mozgatni, hanem valami olyan védett környezetet kell adni, ami segít abba, hogy 10-15-20 év kiilleszkedéséből valaki mégiscsak visszakeveredjen abba a... Én nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen élményetek, nekem nagyon. Én az egyetemi fizetésemből abszolút nem tudtam megélni. Tehát albérletezni kellett, azzal kezdődött a hónap, hogy az egyetemi fizetésem odaadtam a főbérlőnek, és nulla. És akkor így fölmerült, hogy hát elmehetnék egy multihoz. És hát nagyon megfontoltam, hogy komolyan öltönybe kell járni, ott kell minden reggel lennem 8-kor, le fog ugatni a hülye főnököm, hogy... És nem vállaltam el. Most lehet, hogy én is egy rohadt szemétlágya vagyok, aki nem érdemli meg a társadalmi segítséget, de nagyon nehéz kívülről megítélni azokat az embereket, akiknek van egy hosszú-hosszú évtizedes sztoriuk, ahol hozzászoktak egyfajta skillhez, hát ezt segítség nélkül nem lehet. Uh-huh. Itt lenne most egy kérdésem, hogy hogyan működik egy mondjuk egy skandináv szociális háló, de szeretnék előtte elmondani egy történetet. Néhány évvel ezelőtt Hernád Vécsén, ami Borsod megyében, Miskolc fölött körülbelül 40-50 kilométerre van, zsákfalú előtti település, és a családunk oda ment egy ilyen kis wellness hétvégére. Ott van egy ilyen kis szálloda, föl van gyönyörűen újítva, és mi ott megszálltunk. Már ahogy a bekötő úton tartottunk oda, én nekem soha nem jártam Brazíliában, de az volt a gondolatom, hogy így nézhet ki São Paulo-ban vagy Rio-ban a favella. Elképesztő állapotok uralkodtak, bedeszkázott ablakok, minden ötödik tél volt, minden ötödik kéményből jött füst, kerítés sehol. Gyakorlatilag olyan, hogy egy zombi filmet lehetett volna forgatni, anélkül, hogy bántani akarnám őket, de tényleg ez volt az érzetem. Odaérünk, hogy csodálatosan felújított, gyanítom, hogy közpénzből felújított, bár ez nem biztos, de közpénzből felújított csodálatos szállodába, ami egy egyébként természetileg gyönyörű, lankás, domboldalban épült, és hát gondoltam, hogy kicsit körülnézek, hogy mi ez az egész komplexum létesítmény, és a wellness központnak, vagy a szállodának az oldala mellett volt egy lanka, annak a tetején egy kilátó, és ahogy én fönt álltam ennek a domnak a tetején, az volt az érzetem, hogy körülbelül 600 évet
visszautaztam az időbe. Én egy főnemes meghívására itt vendégeskedem a Jobbágy falván, és ezek az emberek, akik itt a környező falvakban élnek, mindent megtesznek azért, hogy legalább azon az egyetlen egy munkahelyen valamilyen kis lehetőséget kapjanak, hogy mosogathassanak, hogy egyáltalán az ágyneműt le tudják húzni. Elképesztő állapotok uralkodnak, és tényleg hova tudna elmenni egy olyan településről valaki, ahol valamelyik interjútban olvastam, vagy hallottam, hogy azt mondod, hogy nagyon nehéz közlekedni is, hiszen mikor jön a vonat? Szerdán. Hetente egyszer. Na most egy ilyen településen mit tud csinálni az ember? Visszatérek a fő kérdéshez. Egy jóléti társadalomban milyen szociális háló működik? Gyanítom, hogy egyáltalán nem kéne megengedni, hogy ilyen lecsúszott régiók kialakulhassanak. Uh-huh. De hogyha már ez megvan, akkor utána mit lehet tenni? Uh-huh. Most nem fogok válaszolni a kérdésre, de hanem azt a sztorit, amit elmondtál, azt próbálom meg egy kicsit még itt nyammogni, igen. Ez az élmény, amit átéltél, hogy egy főnemes meghívott a birtokára, és az időutazásban a helyi, nem tudom, jobbágyok között éltél. Ez nekem egy mániám, hogy ez egy időutazás. Hogy igazából az történik, amikor a szegénységgel foglalkozik az ember, amikor szegény településeken próbál egy kicsit eligazodni, olyan, mintha 40-50 évet, nem így, ahogy te mondtad, de 40-50 évet visszamennénk az időbe. A gyerekkoromra emlékszem, egy héten egyszer fürödtünk teknőbe, melegítettük a vizet a Sparhelton. Autónk egyáltalán nem volt. Fával tüzeltünk. Az, hogy a hévvel be lehetett jutni a városba, hát ezt azért nagyon ritkán tudtuk megengedni magunknak. Nem volt autó, nem volt tévé. Mindenki dohányzott, az iskolába dohányoztak a tanárok. És ott vagyok most, mondjuk Hernádbécsén, és ezt látom. Itt vagyok újra a gyerekkoromban. Eltelt 40 év, és ezek az emberek ott maradtak. Pontosabban nem maradtak ott, olyan, mintha együtt mozognánk. Mi előre mentünk a mi időnkben 40 évet, ők a saját idejükben 40 évet, és ott tartanak, ahol mi a 60-as években. És ez egy nagyon, nagyon lényeges dolog, mert hogy ebből... Bocs, szerintem lehet, hogy még visszamentek, mert hogyha mondjuk Óz, az is volt, lehet, volt kohász, vagy valami, és igen, most igen, már igen, semmi nincsen. Igen, igen. Bocs. Szóval ez azért lényeges szerintem, mert hogy nem tudjuk igazán azt elképzelni, hogy hát akkor most ugorját 40 évet. Hát hogyan? Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz. És ha most megnézünk ilyen gyerekszegénységgel kapcsolatos programokat, amikből most majd el fogok mondani néhány sikertörténetet, amikor egy ilyen településen elkezdesz foglalkozni a fiatalokkal, azok szereznek egy végzettséget, tovább tanulnak, akár elkerülnek egy nagyvárosba, és képtelenek feldolgozni ezt a dolgot, ezt az ugrást. Itt vagyok a városban, egy menő iskolában, abszolút jól megy a matek, de senki nem áll szóba velem itt. Otthon se. Haza már nem tudok menni, az már nem az én közösségem. Itt még nem tudok beintegrálódni, szóval ezt a fajta időugrást, ezt marha nehéz megcsinálni gyerekként, felnőttként mindenféleképpen. A másik, amit mondtál a főnemessel, biztos szóba kerül majd, de most már 6.-7. éve csinálunk egy színdarabot, a színdarab címe Szociopoli, és a Szociopoli egy olyan színdarab, amiben a nézők 4 csapatban ülnek, egy tábla körül, és minden csapat egy szegény családot képvisel a játékban, a csapatok belekerülnek valamilyen helyzetbe, elfogy az ennivalójuk, be kell fizetni a villanyszámlát, a gyereknek cipőt kéne venni, jelenetek vannak, és hát megpróbálják valahogy megoldani. Olyan összegeket kapnak, amit a valóságban is az ilyen családok kapnak. Nagyon-nagyon nehezen megy ez a dolog. És persze a színdarabot úgy csináltuk meg, hogy ott rendes nemesek vannak, tehát ott a polgármester, hát úgy beszél a nézőkkel, mintha kutyái lennének. És bármit megcsinálhat velük. És van a darab közepén egy jelenet, amikor a polgármester úr bejön a kocsmába, és azt mondja, ami egyébként középosztálybeli, vagy elit nézőinknek, hogy
lesz munka, megnyertek valami nagy uniós pályázatot, és rögtön kiosztja a támogató ajánló szelvényeket, hogy hát ő újraindulna a polgármesterségért. 350 előadásnál tartunk. Mindig mindenki megszavazza a polgármester urat. Szinte kivétel nélkül. Most egy hónapja volt egy előadásunk, ahol senki. Mi ennek az oka? Wow. Mindjárt mondom, a senki az úgy jött ki, hogy hollandok voltak a nézők. Ezek nem látták át rendesen a magyarországi viszonyokat. Az ennek az oka, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a helyi hatalom függetlenül mindenfajta párt szintől. A helyi hatalom, a vállalkozó, a polgármester, az uzsorás abban érdekelt, hogy ez a helyzet fennmaradjon. Ezt mondtam az elején. Hogy ez a status quo fennmaradjon. Hát ha ezek az emberek kiszolgáltatottak, ha mindenki attól rettek, hogy kap-e közmunkát, eljöhet-e hozzám dolgozni, hát... Ez kizsákmányolás. Ezt így tudom megtenni, hogy minél nagyobbat kell csavarni. Nem 5 kiló krumplit kell vinni, hogy rám szavaz. Egyszerűen csak világossá kell tenni, hogy ha nem szavazol rám, akkor megdög lesz. Akkor nem lesz munka, akkor nem lesz támogatás. Azt képzeld el, hogy egy időben egy olyan napilapnál dolgoztam, ahol volt egy úgynevezett zöld szám, amit bárki fölhívhatott, annál az oknál fogva, hogy hát, ha az újság különféle jó kis sztorikhoz hozzájut. Nagyon sokszor volt olyan, hogy egy kis településen élő ember azzal hívott föl bennünket, hogy valamit kellene tenni, mert hogy itt a helyi polgármester voltak éppen őket, lehet, hogy nem úgy mondta, hogy rabszolgaságban, de ilyen jobbágyságban tartja. Abban az esetben, hogyha megérkezik a közmunkára a pénz, akkor ő, a polgármester, a hentes, meg nem tudom, a kis szatócsboltos, hárman leül, és jönnek az emberek, és megmondják, hogy múlt hónapban nem fizettél ki nem tudom mennyi cigarettát, levonjuk a pénzedből. Olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, hogy nem igaz, hogyha nem lenne ez a hatalmi függés, akkor onnantól kezdve megszűnne az a lehetőség, hogy egyáltalán hitelt kapjon a hó végéig. Elképzelhetőnek tartom, hogy mindent megtesz az ember annak érdekében, hogy legalább ez a minimális élethelyzet megmaradjon, és ne dögöljek meg. Igen. És hát ha megnézitek a választási eredményeket, ugye mindig ezek a 100%-os hatalompárti, és most tényleg mindegy, hogy milyen kormányzatról van szó, szavazatok azok mindig innen jönnek be. Viszont egy faluban, ahol mi dolgoztunk, szerintem sokkal durvább volt, helyi polgármesterválasztás volt. Szitták az emberek a polgármestert hosszasan. Jött a választás, mindenki megszavazta. De mi van? Hát nem az volt, hogy ez egy szemétláda? Hát a toll, ami az urnában van, abban a polgármester belerakott egy csippet, és ő látja, hogy mi hova szavazunk. Most ugye ez biztos nincs így, de az van a fejemben, hogy bármit megtehetnek velem, hogy semmiképpen nem opponálhatok, úgyis ők győznek, hát az borzasztóan ijesztő. Wow, elképesztő. Nem ismered véletlenül a Jancibo Engelsnek a Korrupció története című könyvét? Nem. Azt a Barnától kaptuk meg mi így közösen, és én olvasom most, mert én kezdtem elolvasni, de nem sokára végzek le, és akkor ti is elkezdhetitek. És képzeljétek el, hogy szerintem az a könyv egyszerűen egy borzasztó nehéz olvasni, de annyira tanulságos. Egy csomó minden. Nem mindegy, majd úgy is meglátjátok. A tanulságom eddig az, hogy ez a korai újkortól elemez ilyen történelmi, meg történeti tanulmányokat, és azt látom eddig, hogy akárhogy próbálják lekövetni az emberek a korrupció kritikával, és ennek a korrupciót próbálják üldözni, ez a jelenség, amit egyrészt ugye nagyon nehéz definiálni, az, hogy mi a korrupció, de hát azért nagyjából mégis tudjuk, képtelenség utolérni, mindenki, aki megpróbálja és hatalmi helyzetbe jut, mindenki okvetlenül korruptá válik. És hogy ezt nem hiszem el. Hát legalábbis ebben a könyvben ezek a tanulságok vannak, szerintem amúgy hihető, de mindegy. És hogy valahogy azok a problémák, amik le vannak írva ebben a tanulmány összesítésben és elemzésben, azt engedik feltételezni az olvasó számára, hogy a legtöbb ilyen társadalmi és gazdasági problémára az, hogy miért van, arra ez a válasz. A mindenkori és mindenfajta módon megnyilvánuló korrupció.
Csak nem tudom, erről jutott eszembe, amiket most az meg fogom hallgatni az adást, mert akkor elfelejtettem az embernek a nevét. Nagyon szívesen elküldöm neked ezt a címen. Jó. Egyébként ez, amit mondasz, abszolút semmilyen forrásom nincs hozzá, csak egy ilyen érzetem, hogy a hatalom, a politika megpróbál mindenfajta ilyen korrupt rendszerrel jobb helyzetbe kerülni, növelni a gazdasági hatalmát, növelni a politikai hatalmát, és közben azt látom, hogy még ebben a legnyomorultabb világban is ugyanez megy. Megcsináljuk okosba, feketén fogunk dolgozni, nem fizetem be az adót, és ha én zsivány vagyok, hát ja, mindenki zsivány, tudod, elfogadom, hát persze a polgármester úr is zsivány, de hát én is zsivány vagyok. Szóval ez nem egyszerűen egy hatalmi játszma, hanem ez egy erkölcsi probléma. De amikor... az a baj, hogy egy szükségszerűség is, mert ha egy olyan keretrendszerben kell mozognod, amiben, hogyha kilépsz a keretből, akkor az azt jelenti, hogy megdög lesz, akkor mégis mit választasz, hogy korrupt vagy, vagy hogy öngyilkos vagy? Ja, igen. Tehát, hogy nem tudom. Akkor én azt javaslom, hogy most egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen más szociális háló működik olyan helyeken, ahol kicsit komolyabb demokratikus berendezkedés élik, mint itt. Nem vagyok szociálpolitikus, és igazából rendes tudásom sincs nagy nemzetközi szisztémákról, a jóléti államokról, a ilyenfajta programokról, nem fogok tudni erről mondani. Nem lehet, hogy ebből programokról lehet tudok adaptálni bizonyos programokat? Hát biztos. Na, egyet azért például tudok. Igen, szóval az így nagyon megragadott. Az egy alap megoldhatatlan paradoxon, hogy a szegénységben élő családok folyamatos készpénzhiányban vannak. Nincs elég pénz. Hát ha megnézem, az ember dolgozik a közmunkán, hazahoz 100 000 forintot, a két gyerek után megkapjuk a gyest meg a családit, na már van 150 000, ez a kaja. És már hogy fogom befizetni a villanyszámlát, és hogyha valamire még költeni, nincs. Honnan szerezzek kest? Hát a bankban nem menjek el, senki nem fog adni, bár most nyáron már láttam, hogy kint vannak ezek a gyors hitelező, kvázi uzsora kamatra adó bankok, most nem akarom őket itt megnevezni, fogalmam nincs, hogy szedik be a pénzt. Hát mit foglal le? Elveszik a házat, gondolom. Ne viccelj már, hát semmit nem ér az egész. De lehet, hogy így működik. Szóval az uzsora. Az egyetlen, ami van, az az uzsora. Egészen nyíltan. A kocka ladával, letekert ablakkal megy az uzsorás a faluba, és akkor kiabál, hogy pénz, kinek kell pénz. Egészen durva. Ez itt Magyarország így működik? Ilyet láttam, igen. Azért, hogy mondjam, igazából nem ez a jellemző, mert nagyon félnek. Tehát rettegnek az uzsorástól. Nagyon nehéz erről információt szerezni. Na, nemzetközi példa. Hogy lehet megoldani egy helyzetet? Folyamatos krízis van, folyamatos készpénzhiány. Honnan? Nincs olyan banki konstrukció, ami ebből beletenne bármennyit is. Hogy szedem be? Sehogy. Nem lesz bevétele. És van egy spanyol modell, amit megpróbáltak Magyarországon két településen is. A spanyol modell az úgy épül fel, hogy itt van egy falu, van 50 szegény család a faluba, megjönnek a segélyek, és mindenki bead, most magyar viszonyokra, mindenki bead 10 000 forintot, kibírják. Hát 50 családnál 500 000 forint a nagy papundekli dobozba. Ha bárki bajba kerül, megbetegszik, elviszi a viharra a háztetőjét, a gyereknek kell, akkor a falu összeül, és azt mondja, hogy na, Józsikám, akkor neked ebből a dobozból adunk 50 000 forintot, hosszú lejárat, vagy alacsony kamat, vagy nincs kamat. Ezt abszolút meg tudná oldani, ezt a folyamatos krízis helyzetet. Az autonómia alapítvány csinálta két településen, és mind a két településen fejre állt. Szóval annyira szét van verve a közösség, annyira a hierarchiában gondolkodik mindenki, hogy ez a mellérendeltségi viszony, már megint a Józsi kapja a pénzt. Én csak folyton adom be, én ebből kiszállok. És szétment az egész. Mind a két helyen tulajdonképpen kudarcba fulladt a dolog, és ha akarom, akkor nem közgazdasági okokból, hanem egy etosz miatt, vagy egy érzület miatt, vagy egy... És ezen hogyan lehet változtatni? Ja. Hát amit azért látok, hogy ha elindul valahol egy program, akkor igazában azzal kezdik, hogy közösségépítés.
hogy van valami közösségi hely, ahol össze lehet találkozni, ahol egy kicsit megpróbálják az embereket kirángatni abból, hogy minden fölülről jön. Hát mi magunk is próbálhatunk tudni egymásnak segíteni. Nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát az ilyen típusú programoknál az egyik gond, hogy ez nem egy egyéves program, hanem ez egy hosszú, több éves, ha gyerekekről beszélünk, egy generációs program, hát erre nem nagyon szokott pénz lenni. A magyar társadalom rendkívül megosztott. Van-e olyan tapasztalatod, hogy ennek a hatása ezeken a kis településeken is érződik-e? Még ehhez a megosztottsághoz csak annyit, hogy hát ha meggondolod, máshol lakunk, a jobb módúak és a szegények, máshova járnak iskolába a gyerekeink, máshol dolgozunk vagy nem dolgozunk. Nincs olyan felület, ahol mi találkozzunk egymással. A Lahalújza téri aluljáróba lehet. De hogy igazában hol találkozom én egy ilyen nyomorúságos helyzetben lévő családdal vagy emberrel? Sehol. És ha az utcán szembe jön, mert elkerülöm, azért is, nem azért, mert én egy gonosz szemétláda vagyok, hanem azért, mert fogalmam nincs. Félek tőle. Nem tudom, hogy fog reagálni. Nem tudom, hogy kell hozzászólni egyáltalán. Ez az igazi baj. Ez a fajta megosztottság, ez a fajta széttagoltság, ez a fajta szegregáltság, mert azért végül mégiscsak mindannyian ebben az országban élünk. Ha most másra nem gondolok, csak nyersen arra, hogy hát nekem, az én adomból kell megfizetnem majd a börtönt, ahol őt lecsukják, az egészségügyrendszert, ahol őt valamennyire kezelik, az összes társadalmi problémát, hát... végül is nem tudjuk kikerülni ezt a dolgot. Tehát ez a megosztottság, ez egy alap kérdés ebben az egész szegénységügyben. Ez a hogyan lehet ezen a dolgon segíteni? Amiről nekem tapasztalataim vannak, azok gyerekek és fiatalok. Elmegyünk egy településre, elindulott egy program. Elkezdünk ismerkedni a családokkal, elkezdünk ismerkedni a gyerekekkel, rettenetes a bizalmatlanság. Csupa rossz tapasztalata van ezeknek az embereknek. Ha ide kijött a védőnő, azt a gumikesztyűvel nyúlt hozzá a gyerekemhez. Mindig elmondják a diákjainknak, ha bementek, azonnal fertőtlenítsetek. Hogy lehet így egy bizalmi kapcsolatot kiépíteni egy családdal, hogy azt közlöm veled, hogy te egy tetves izé vagy. Nagyon-nagyon nehéz. Ha van elég idő, ha van elég jó szakember, akkor ezt a bizalmatlanságot föl lehet oldani, és éppen a gyerekeknél tulajdonképpen akkora éhség van bennük. Tehát azt lehet látni, hogy bemegy az iskolába, kukorékol a pad tetején, nem tanulja meg a leckét, leköpi a tanítónénit, egy olyan világban, ahol neki az ellenségei vannak. És ha megjelenik egy egyházi vagy egy civil szervezet, amelyik csinál egy tanodát, vagy egy gyerekházat, vagy, akkor egyszer csak szembesül azzal, hogy ezek az emberek, ezek nem bántanak. Ezek komolyan vesznek. Elmegyünk a diákjainkkal, és a helyi szakemberek, a rendőrök, a védőnők elmondják, hogy hát, nehogy már kiküldjem oda a 18 éves kislányokat a telepre. Hát mi, a rendőrök is csak erősítéssel merünk oda kimenni. Hát lehet, hogy a rendőrök erősítéssel mernek kimenni, mert ők ellenségek. De mi nem vagyunk ellenségek, és ez ott azonnal kiderül. Tényleg 20 éve járunk a diákokkal, soha nem volt semmilyen atrocitás. Szóval meg kell nyerni az emberek bizalmát. Ez egy alapvető kulcs, és még egyszer mondom, a gyerekekkel, a fiatalokkal rengeteget lehet haladni. Hát képzelj el egy ilyen teljesen kiéhezett csoportot, aki mindentől meg van fosztva, és akkor egyszer csak kiderül, hogy hát az interneten nem csak pornó van, hanem megnézhetem a térképen, hogy hol lakik a szerelmem. Hogy el tudom olvasni azt, amit egyébként soha nem tudnék elolvasni, hogyha valaki ebben segít engem, és valaki ebben támogat, és erről rengeteg jó élményem van. Egy településen csináltunk tanodát, egy borzasztó cigánytelepen. Az egész falu gyűlölte őket. Tényleg nagyon nehéz volt velük. 3 vagy 4 évig dolgoztunk ott, a gyerekek, akik a tanodába jártak, egyszer csak nem buktak meg, hanem osztályzatokat kaptak. Egyszer csak volt valami esély arra, hogy még az is lehet, hogy meg lesz a 8. Talán még tovább is tudnak menni. Hát elfogyott ugye a pályázati pénz, lehúztuk a rolót, és ezek a borzasztó emberek eljöttek hozzánk, hogy
Hát ők kifizetnék, csak maradjunk ott. Azt nem mindig. Na most ezek persze ilyen parabolisztikus sztorik, de hogy azt lehet látni, hogy ha sikerül megnyerni egy közösségnek a bizalmát, ha ott van egy megfelelő szakember, és ha van erre elegendő idő, akkor ebből a borzalomból is tulajdonképpen van, vagy lehet kiút, és tényleg tudok jó történeteket erre, az egy nagyon nagy baj, hogy ha ennek vége van 3 vagy 5 év múlva, akkor ott sokkal nagyobb lesz a rombolás. Szóval megmutattad a csillogó üveggyöngyöt, aztán viszlát. Mm-hmm. És jön a designer drog. Igen. Egy településen egy filmrendező lejött, leköltözött 2-3 hónapra, csinált egy filmiskolát. Ezeknek a roma filmiskola volt. Erről is beszélgethetünk egyébként, hogy mennyire van etnikai színezete a szegénységnek. Ő éppen szegénységben élő, telepen élő roma gyerekekre célzott, filmiskola. Filmeket néztek, a kezükbe adta a kamerát, 3 hónap volt talán, amíg ott volt, és a 3 hónap végére ez a csapat, már aki megmaradt belőle, tehát aki nem járt rendesen, aki nem csinálta, hát azok mondta, hogy nem kell jönni a következő alkalomra. Egy 4-5 gyerek benne maradt, csináltak egy 10 perces filmet. A filmnek az a címe, hogy 10 év múlva, egyébként rá tudtok keresni a neten is, egy nagyon szép film. És elmondták a gyerekek a vágyaikat ebben a 10 perces filmben. Volt egy bemutató ott a faluba, senki nem jött el. A falu úgy tekintette, hogy persze, az én gyerekem, az nem mehetett el a fővárosi filmrendezőhöz, a büdös lábú cigányok meg ott voltak. Tehát ott egy ilyen teljes ellenállás volt. De hát ezek a fiatalok itt voltak Budapesten. Uránia, mozi, vízé, öltöny, vörös szőnyeg. Hát nagyon nehéz egy ilyet földolgozni. És Roló, ezzel véget ért. Megvan a film, és ott maradtak a nagy semmibe, és hát a filmben lehet hallani, ő buszvezető szeretné lenni meg. Tehát ilyen hatalmas vágyakat fogalmaztak meg. Ez 10 éve volt a filmnek, ugye az a címe, hogy 10 év múlva, és most idén nyáron a filmrendezővel visszamentünk, és elmentem az egyik fiatal emberhez, hogy hát itt van a rendező. Mondta, ő nem érve. Én csak találkozni se akart vele. Szóval, hogy ez olyan fájdalmas, hogy ott hagyta őket, tulajdonképpen becsapta őket. Nem igaz, én ismerem a rendezőt, most itt szándékosan nem mondom a nevét, egy nagyon tisztességes ember, de hát nem tudom az életemet leélni ott. De ha nincs valaki, aki ezeken a településeken nem 2 évig, hanem 5-ig, 10-ig, 15-ig, 20-ig fogja ezeknek a gyerekeknek a kezét, és ha egy generáció egyszer kipörögne ebből a nyomorúságból, akkor a következő generációnak már könnyebb lenne, és nem megy. Nekem, képzeld, ez annyira furcsa, hogy én értem, hogy ezek lehetnének akár drága dolgok is, hogy ezeken az ember változtasson, vagy egy állam változtasson, de azt gondolom, hogy aki komolyan azt mondja, hogy ez lehetetlen, és erre nincs pénz, az én szerintem az nem az igazság. Ez egyszerűen nem az igazat mondja. Futballistáknak kell havi 3.800.000 forintos fizetést adni. Na hát erről beszélek, hogy... Tanároknak meg... Hogy ugye ezt említetted már az egészségügyet is valamilyen vonatkozásban, és amikor most beszéltél, hogy lemennek oda emberek, és ezt azt tanítanak nekik, kreatív dolgokat csinálnak. Ugye amikor tanítasz, az edukáció, akkor az embernek az érzelmi, illetve az intellektuális horizontját tágítod, megismertetsz vele dolgokat, el tud sajátítani skilleket, tényleg jártasságot szerezhet néhány dologban, meg tudja állapítani esetleg, hogy őt mi érdekli, mihez van affinitása. Ha valami kreatív dolgot tanítasz az embernek, akkor egész más mélységeket tud megélni, másképp képes kötődéseket létrehozni, máshogy látja a világot. Olyan dolgokat stimulál a kreativitás és az edukáció összessége az agyban, ami korábban lehet, hogy teljesen érintetlen terület volt. Egy egész más emberi potenciál tud felszabadítani ennek a kombináció, de még egyenként is. És igazából pont ez, amivel az egészet preventálni lehetne, tehát, hogy én elhiszem, hogy aki 25 év
évig ebbe élt, vagy még tovább, és alkoholista, és nem tudom, de lehet, hogy nem is az, csak már így szocializálódott. Az kurva nehéz ebből kirángatni. Elhiszem, lehet, hogy nem is lehet. De aki még fiatal, azt, tehát, hogy én azt látom, azt érzem, hogy a prevenció lenne a legjobb idézőes gyógymód. Nem a megszüntetésre, de hogy moderáljuk, hogy tényleg egy olyan állapotba hozzuk az egész ország társadalmi szövetét, ami nem nekrotizál, hanem inkább mondjuk gyógyul, kevesebb olyan fekélyes rész van benne, ami az egésznek a létét fenyegeti. És nagyon érdekes, hogy vajon miért van az, hogy mai napig vannak a világon olyan helyek, és nagyon sok olyan hely van, és sajnos ez is olyan, pedig messze nem a legrosszabb hely, de ebben a vonatkozásban ez is rossz, hogy az edukációba egyszerűen nincs elég pénz fektetve elég ideig. Tehát ezek nagyon jók, meg szépek ezek, hogy 3 év, meg 3 hónap, meg 5 év, de ez kevés. És kevés a 230 ezer forint bruttó is. Ez is kevés. Ezek kevés dolgok. És ez teljesen mindegy, hogy ez melyik párt. Tehát ez, itt most nem pártokról van szó, vagy vezetőkről, hanem magáról, erről az emberi dologról. Tök mindegy, hogy én tényleg leszarom, hogy ki meg hol van. De ez önmagában, ez így kevés, és itt lehetne a megoldás, hogy edukáljuk az embereket, és segítsük azokat, akiknek szüksége van erre. Amit mondasz, hogy nincs pénz, ez egy nagyon nehezen kezelhető mondat. A nincs pénz, amit a Robert mondasz, hogy persze a stadionra van, ugye ez egy ilyen nagyon hordószónok mondat, miközben persze, így is van. Ha megnézzük azt, hogy a költségvetés elemzésében van egy olyan rovat, hogy jóléti és nem tudom milyen védelmi kiadások. Hát én most nem tudom a friss adatot, de 20-22%, tehát a svéd jóléti, a GDP 20-22%-a erre, jóléti védelmi kiadásokra megy, és minden kormányzat verte a mellét, hogy hát Magyarország, na itt aztán, na most ez alapvetően nyugdíj, és mondjuk családtámogatások, de ha megnézed, hogy mi az, ami szegénységcsökkentésre megy, az kevesebb, mint 1%. Hát ha most a saját adómra gondolok, fogalmam nincs mennyi az én adóm, ha mondjuk van 250 ezer forint fizetésem, akkor abból lehet 25-30 ezer forint adóm. Ez azt jelenti, hogy ebből az 1%-ot, 100-ast így bedobok a szegénység csökkentésére. Mi lenne, ha 200-at dobnék be? Észre se venném. Szóval olyan picike pénz az, amit nyersen a szegénység csökkentésre fordítanak, hogy akár meg is lehetne duplázni. Miért nem duplázzák meg? Hát nem duplázzák meg, mert ugye nem jól hangzik választásilag, hogy miért pont ezeket a szerencsétleneket támogatják, és miért nem bennünket. Érdemes beleönteni zsákszámra a pénzt ebbe a kilátástalan cuccba. Hát, és ez egy nagyon logikusnak hangzó és szélsőségesen liberális gondolat, nem alulra kell önteni a pénzt, hanem fölülre. Ugye, ha megnézi az ember a KSH-nak a jövedelem statisztikáit, vagy a fogyasztási statisztikáit, vannak ilyen jövedelmi tizedek szerinti bontások. A alsó jövedelmi tized, a legszegényebb 1 millió ember, meg a felső. Hát, hogy a munka jövedelem sokszorosa a felsőbe, az evidens. De a transfer jövedelem is többszöröse. Az mit jelent? A transfer? Hát aha. Ezt, a visszaosztott jövedelmet. A családtámogatást, aha. A nyugdíjt, a segélyt, mind azt, amivel én segítem azokat, akik uh-huh. nehéz helyzetben vannak. Hát nehéz helyzetben a gazdagok vannak nálunk, hiszen a, nem tudom, mit lehet hallani, csok. A csok egyáltalán nem a szegényeket célozza. Kéne hozzá 180 nap munkaviszony. Az nincs. Az összes ilyen, talán emlékeztek rá, a, nem tudom, 7 személyes autó, tényleg Hernád Vécsén 7 személyes autót fognak venni a... Nem. Tehát ezt úgy nevezi ez a szakma, hogy ez egy perverz újraelosztás, hogy az összes ilyen transferpénz, tehát újraelosztott pénz, az adó jövedelmekből támogatásra szolgált pénz nagyobbik része, az éppen a jómódúakat célozza, azzal a logikával, hogy annak van értelme. Hát én nem azt szeretném, hogy a szegénységbe szülessen még 5 gyerek.
Nem. De ez így is úgy is oda születik. Ez oda fog születni, hát igen. Oda születik. Igen. Ennek a logikának az a lényege, hogy hát a jó módúakat kell támogatni, hogy ők még jobb módúak legyenek, hogy ők belökjék a gazdaság motorját, hogy ők foglalkoztassanak embereket, és nem alulra kell önteni a pénzt, úgyis csak megisszák azt, a következő hónapban megint ott. Ehhez képest az elmúlt pár évben azt lehet látni, hogy ezek a régiók folyamatosan zuhannak lefelé, vagy legalábbis stagnálnak, mert onnan már nem nagyon van hova zuhanni. De hát oda nem fog menni ipar, meg ott nem lesz, nem tudom micsoda, lesz egy wellness központ, ahol 25 ember kell foglalkoztatni, és kész. Ez is olyan fura. A legtöbb ilyen településen beszélgetem, mert a polgármester, és akkor elmondja, hogy hát a falusi turizmus, az majd kihúz bennünket. Itt van egy üres ház, ezt kipofozzuk, és akkor itt jönnek majd a turisták, és hol fognak meginni egy kávét? És mit fognak csinálni a második nap? Ettől megnéztem a házakat, meg elmentem a hegyoldalba, nincs mi csinálnom ott két napig. Gyönyörű történelmi vidékei az országnak, semmilyen infrastruktúra nincsen. Hát menj el, nem tudom, Boldogkővárra, vagy Regész, vagy gyönyörű, komolyan mondom. Nem tudsz eltölteni ott egy hetet, biztos. Én el tudok. Jó, világos, igen. Hát jó, így piacilag értem. Igen, egy ilyen hippi, mint mi vagyunk, persze, majd ott ellehempergünk a szénapadláson, és milyen jó lesz várni a naplementét. Ja, ilyen van, de hát ahhoz, hogy ott turizmus legyen, hát oda pénzt kellene önteni, és az meg persze, hogy... Én azon szoktam gondolkodni meg, hogy föl is hoztam a futballal kapcsolatos problematikát, hogy egyébként a világon nagyon sok helyütt, ahol súlyos szegénység van, a sport, illetve a labdarúgás, az egy nagyon komoly kiugrási lehetőség a szegénységből. És itt Magyarországon még sincs. Az NBA-ben nincsen roma származású futballista, vagy csak elvétve. Hogyan lehetséges az, hogy egy olyan országban, ahol a futball az egy nagyon privilegizált helyzetben lévő valami, ott nem történik, miközben egy roma gyereknek olyan ritmusérzéke van, miért nem boxolnak, miért nem futballoznak, tehát hogy... Miért nincsen, hogyha már a sportot is így nyomatjuk, miért nincsen az, hogy legyen valami kis fejlődés, kitörjön valami? Lehet, hogy emiatt a pénz gravitációs természete miatt, nem? Lehet, hogy most ezt a gravitációs nem értem. Hát úgy, hogy ugye azt mondta, hogy gyakorlatilag ahol kurva sok pénz van, oda még több pénz fog gravitálni. Inkább az előző gondolathoz, hogy nincsenek szakemberek. Tehát azt látom, hogy elindul egy ilyen kis település, tehát valóban a futball, a box, a küzdősportok, ezek nagyon vonzóak, főleg a fiúknak. Lányoknak különben nem tudok sportot. Most, amiről beszéltünk... De legyen tánc, vagy valami. Ja, elvileg lehetne tánc. Ugyan már, nem áll. Olyan lányok mindent megcsinálnak, amit még. Oké, ez most megint egy ilyen kulturális keretrendszerben értem, hogy az a karrierút, ami mondjuk a focin vagy a boxon keresztül vezetne egy integráció felé, nem élsport, egy integráció felé, abban mégis sokkal több fiú lehetőséget látok, mint lány, és vannak, hát talán még emlékeztek, voltak ezek az éjszakai pingpong itt Budapesten. Meg kosárkupák, meg ilyenek. Igen, ja. De nagyon-nagyon szűk körben, hiszen ehhez kellene egy ember, aki ott van, aki ért egy kicsit a gyerekekhez, aki ért a sporthoz, aki hajlandó beletenni az életét abba, hogy ott éveken keresztül csinálja az edzéseket, és ez a nagyon nagy baj, mondhatom, hogy a nincs pénznek ez az igazi baja, hogy nincs szakember. Dolgoztunk a Tokaj-hegy alján diákokkal, reprezentatív minta, az ugye úgy néz ki, hogy elkérem a jegyzőtől a faluban a névlistát, és így véletlenszerűen kiválasztom, hogy melyik az a 20 család, akit meglátogatunk. A jegyzők nem adják oda. Megy a cirkusz, oda kell adniuk, de hát eltelik 2-3 hét, mire odaadják. De miért nem akarják odaadni? Mert hogy hát mi közön van hozzá, tudod? Ez a személyiségi jogok, meg adatvédelem azért ez így egyfelől tök rendben van, hogy most csak úgy nem adnak oda semmit, de ehhez éppen volna jogom. Na mindegy. Megy a húzakodás, és hát közben kell terveznem, hogy akkor melyik faluba, hány diák, hova fog menni. Elkértem a népszámlálási adatokat, ugye az 2011-es volt az utolsó, talán 2015-ben voltunk ott Tokaj-hegy alján, és így beosztottam, hogy melyik faluba hány család van, hány gyerek van, hány diák fog majd dolgozni. Megjött aztán a jegyzőktől a lista,
fele annyi van. Nem haltak meg, hála Istennek. Aki ott bármilyen végzettséget szerzett, elmenekül. Hát mit csináljak ott? Hova fog járni a gyerekem óvodába, iskolába? Hova fogok menni dolgozni? Hol fogok szórakozni? Kivel fogok beszélgetni? Hát gyönyörű ott Hernád Vécsén. Na de leélnéd ott az életedet? Nem tudom megcsinálni. Elmenekül mindenki. Amikor elindul egy program, kéne egy gyógypedagógus. Égen földön nincs. Kéne egy edző, hogy beindítson egy ilyen. Égen földön nincs. Szóval, ha akarom, ez tulajdonképpen pénz. Tehát, ha lenne egy jól működő oktatási rendszer, jól fizetett pedagógusokkal, akkor lehet, hogy lennének emberek, akik ott maradnának a világ végén. Nem, még ekkor sem biztos, de akkor lehet. Szociális munkás van? Hát, minthogy szociális munkásokat képzek, ugye Budapesten van a képzés. Nem csak Budapesten van, de mindenképpen egy megyeszékhelyen vagy egy nagyvárosban van a képzés, és már nem mennek vissza. Én értem, hogy nem megy vissza. Hát nem megy vissza, mert a saját életét kell élnie. Tényleg, a gyerekét kell iskoláztatnia. Ott voltunk diákokkal, egy ilyen kis szálláshelyen a portás megbetegedett, kijött a mentő, bevitték a kórházba, azt vissza is hozták, azt mondták, hogy ők itt nem tudnak vele mit kezdeni, menjen be Miskolcra. Na most, ha ilyen az ellátórendszer egy nagyvárosban, Ózdon, akkor én ott szeretnék élni? Hát nem tudok élni. Lehetetlenség. Ez 2 vagy 3 éve voltunk Ózdon, megnéztem az ingatlan piacot, egy ilyen 50 négyzetméteres lakás téglaházban, első emeleten 3 millió forint. Hát 3 millió forintért egy lakást? Hol szerzel? De senki nem megy oda. Mit csináljak Ózdon? Gyönyörű hely. Lehet, hogy majd nyugdíjasan elmegyünk oda, amikor, de akkor se. Hát orvos sincs. Ja. És ezért hogy lehet eljönni? 3 millió forint eladja a lakását. Hát eljönni abszolút nem lehet, igen. És akkor igen. Az a 3 millió forint, mit csinál? Uh-huh. Egy év alatt egy éves albérleti díj. Budapesten? Ja. Vagy egy VIP, egy valami foci meccs. Hát igen. Igen. Ezt meg akartam kérdezni, mert szóba hoztad még kicsit korábban, hogy a szegénységnek az etnikai megoszlása. Igen, van nálunk ebben az országban valami tipikus tendencia ezt illetően? Vagy hogy néz ez ki? Mert statisztika. Igen. Hát arra van egy nagyon erős közvélekedés, hogy a szegénység és a roma származás az egy és ugyanaz. Tehát ha egy baráti társaságban beszélgetünk a szegényekről, akkor egy pillanat múlva ki fog derülni, hogy ők a cigányokra gondolnak. Ez a társas játék, amit említettem. Ülnek a nézőink, én annyit mondok, hogy ők nagyon szegények, és egyszer csak hallom, hogy elkezdik mondani. Igen, adnak nevet maguknak, adnak egy roma nevet maguknak, elkezdenek olyan akcentussal beszélni, és mindig mondom, Jézus, hogy én nem azt mondtam, hogy romák, ha akarnak, lehetnek, én nem bánom. Én azt mondom, hogy szegények. Az a benyomásunk, hogy a szegénység az kifejezetten egy etnikai ügy. Hát a rendes magyar ember, hát az is kerülhet nagy bajba, ritkán, de hát igazából ezek a lusta, dologtalan, iskolázatlan népek, hát ugye a romák azok, akiket a szegénység súly. Most ebben van némi igazság, tehát a magyarországi romák között ez a hivatalos szegénységi ráta, most megint nem tudom a napra pontos adatot, de olyan 60% környékén van, miközben a teljes tépességben meg 12%. Tehát jóval több ember él szegénységben a romák között. Na de ha megnézem, hogy az összes magyarországi romának mondjuk a 60% a szegény, az talán egy 4-500 ezer ember, miközben van 1.200.000 szegény. Szóval a szegényeknek a többsége az nem roma. És hát ebben megint van valami olyan, hogy én nem kerülhetek olyan bajba, hogy majd kéregetnem kell az utcán, hogy nem tudom befűteni a lakásom, én egy rendes ember vagyok. Ezek a másfajták, akik romák, akik alkoholisták, akik érdemtelenek, hát ők igen. Meg kell védenem magamat, hogy az lehetetlen, hogy holnap én legyek ott ebben a borzasztó helyzetben. Ami még egyébként lényeges, hogy azért az be kell látni, hogy a szegénységben élő romák azért nehezebb helyzetben vannak.
mint a nem roma szegények. Nagyon sok tényezős a szegénységük, alacsony iskolázottság, rossz egészségi állapot, borzasztó lakáskörülmények, régióban olyan helyeken élnek, ahol nincsenek lehetőségek. Hát nem véletlen, ugye Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, a szocialista ipar fellegvárai. Hát az 50-es évektől ott telepítették le azokat az iskolázatlan embereket, akik jó részt romák voltak. És ugye, hát ott kihozták a dugót, ott egy pillanat alatt 89-ben ez mind megszűnt. De azért szörnyű, hogy ez 89, az már hány év? Ja. 31, igaz? Ja, igen. Sőt, 34. Igen. Kicsit tudom számolni. De hát, hogy ennyi idő alatt nem történik bármiféle változás egy országban, egy ilyen régiónak a felfutatására semmiféle program nincsen. Tehát mondjuk tényleg annyira gyönyörűséges az Ózd és környéke, vagy igen, a Mecsek, Komló, vagy mit tudom igen, én. Egyszerűen hagyni kell, hogy az úgy elenyésszen. Beszélgessünk a szociopaliról? Hát ez erre van kitalálva. Persze. Ugye csináltunk egy eredendő egy társasjátékot 2010-ben. Annyit hagyd kérdezzek meg, igen, mert ezt már mondtad, hogy 2010 óta működik ez az. Igen. De hogy vendégek milyen társadalmi rétegből kerülnek ki? Az a szándékunk a szociopolival, hogy kifejezetten az elitet célozzuk meg. Az elit gimnáziumokba járunk, elmegyünk a nagy multicégekhez csapatépítő tréningre. Persze van, mindenféle közönségünk van, vannak meghirdetett színházi előadásunk, ahova bárki beülhet, de mi nem a hátrányos helyzetű csoportokat célozzuk meg. Ott szeretnénk megmutatni, hogy milyen keretek között él egy család, akinek ilyen kevés pénze van, aki egy ilyen kis településen él, akiknek erről nincsen semmilyen tapasztalat. Miért gondoljátok ezt fontosnak? Azért gondoljuk fontosnak, mert amiről itt beszéltünk, és amit a Gergő is mondott, hogy ez az alapreakciónk. Végig megyünk itt az úton, szembe jön egy ilyen rosszul öltözött, pláne roma fiatalember, hát jobb inkább kikerülni. El fogja lopni a telefonomat, agyoncsap, nem tudom, belém köt. Ezt gondoljuk általában, hiszen nincs semmilyen valóságos tapasztalatunk. Vagy ha van, akkor negatív tapasztalatunk. Vagy ha van, akkor negatívan. És igazában ezzel a társasjátékkal, vagy ezzel a színdarabbal mi nem próbáljuk azt elmondani, hogy szeretni kell a szegényeket, vagy a romákat, vagy meg kell őket érteni, hanem csak annyi történik, hogy a mi játékosainkat, akik tehát még egyszer mondom, jómódúak, vagy átlagos helyzetűek, belelökjük ebbe a szituációba. Ez egy érzékenyítés. Igen. És az a tapasztalatunk most már, nem tudom, lassan 10. éve, hogy ez a virtuális tapasztalat, ez nagyon erős tud lenni. Abszolút az van a fejemben, hogy úgyis eliszták a pénzüket. Oké, akkor most megkapod az összes pénzt, amit ez a család megkap, ne idd el. És próbáld meg megvenni a gyereknek a cipőjét, meg próbáld meg befizetni a villanyszámlát, és kiderül, hogy nem megy. Ezek mindent ellopnak. Van egy jelenet, ahol fölajánljuk, hogy el lehet lopni a csatorna fedelet. Az öltönyös urak úgy lopják, mint a cukrot. Hát hogy ne? Ők ne lopnak. Szépen, hogy nyakendőbe vagy? Igen. Szóval, hogy azért tartom fontosnak a dolgot, mert hogy van egy meglehetősen erős sztereotíp nézetünk a szegénységről, a romákról, erről az egész borzalmas nyomorúságról, miközben igazából semmilyen valóságos tapasztalatunk nincs. Ez a színdarab, vagy ez a társasjáték sem valóságos, ez egy virtuális tapasztalat, de azt látom, hogy időnként van, hogy visszamegyünk egy iskolába, vagy így, és 2-3 év után is elmondják, hogy erre emlékeznek. Valami, amihez most már végre tudom kötni, hogy mi az, hogy uzsorás. Miért is megyek el a szerencsejátékhoz? Én tegnap egy keresztény közösséggel játszottunk. Nagyon rossz helyzetben volt egy család, elkezdtük ott őket fűteni, hogy hát lehetne a játékgéppel csinálni egy kis pénzt. És hallottam, hogy mondják az ott ülők, ez az ördög műve, izéne, és 5 perc múlva az összes pénzüket elszedtük. Tehát, hogy át kell élni azt az élményt, szerintem fontos, hogy átéljük azt az élményt, hogy irracionális, buta, rossz lépéseket tesznek meg a szegények, mert ez a túlélés kulcsa. Ők
Én be fogom fizetni a csekket, hogy ne büntessenek meg. Ők addig, amíg nincs nagy baj, biztos, hogy nem fizetik be. Én biztos, hogy nem megyek az zsaráshoz. Ő azonnal ott van. Szóval ezek rosszak, de akkor, amikor nincs forrásom, ennél racionálisabb nincs. És azt átélni... Bocs, csak annyi jutott eszembe, hogy meg ráadásul ez azt föltételezi, hogy nem látnak tovább a holnapnál. Tehát nagyon rövid távú stratégiáik vannak. Abszolút. És ez egy nagyon lényeges dolog. Mondhatjuk, hogy buták. Most itt tényleg nem akarok belemenni egy ilyen fajelméleti problematikába, hogy a szegények buták és a buták szegények. Ez nem butaság, hanem ez a lehetőségeimhez való hozzáigazítása. Igen. Az életemnek. Hát hogyha én nem tehetem meg azt, hogy a jövő évre gondoljak, mert lehet, hogy holnap meghalok, ja, akkor a holnapra fogok gondolni. Ez olyan érdekes, tudod, mi jutott eszembe, mint hogy szokták mondani azt, hogy a nagyon-nagyon pici dolgok, azok már-már úgy viselkednek, mint a legnagyobb dolgok, és hogy ez, hogy a mára gondol a legszegényebb ember, ez sokszor annyira jellemző a leggazdagabbakra is, hogy úgy viselkednek, mint hogyha nem lenne holnap. De tényleg, 10 év, meg 20 év, hát akkor máshogy kéne viselkednie. A szegénységgel kapcsolatos általános nézet, hogy hát miért nem ültet oda egy krumplit a kertjébe? Tényleg nem ültet. Végigmész a faluba, kertes házak, sehol nincs, egy hagyma sincs bedugva a földbe. És akkor megkérdeztem egy asszonyt, hogy hát nem kéne itt valamit elültetni? Hát nekem nincs arra időm, hogy ez megdőjön. Nem arra, hát van ideje, hiszen nincs munkája. Arra nincs ideje, hogy most elültetem a krumplit. Ja. Azt locsolni kell, a növényvédő, és majd 3 hónap múlva lesz belőle krumpli. Mm-hmm. Hát 3 hónapra nem tervezünk. Mm-hmm. Én olvastam egy olyan cikket a Szociopoliról, amikor, ha jól értettem, akkor arról volt szó, hogy egy bizonyos, vagy néhány falunak a vezetőségét és a szegény lakosokat is leültettetek játszani egy csapatba. Jól értettem, hogy erről volt szó? Volt ilyen. És arról mondnál néhány szót, hogy akkor miért? Mert ugye azt gondolnánk, hogyha ott vannak ilyen sikeres, öltönyös emberek, akik mondjuk úgy, lehet, hogy amúgy is, de ebbe a szituában biztos, hogy ők az elit oldal vagy réteg, és akkor nekik kéne együtt dolgozni azokkal, akiknek az élete romokban hever, és nem tudják kifizetni a számlát. Akkor hogy működött ez a kémia? Igen. Hát ehhez annyit hadd mondjak el, hogy ha lehet, én visszautasítom azokat a helyzeteket, ahol szegénységben élő emberek ülnének bejátszani. Sokszor van, hogy egy közösség azt mondja, hogy hát akkor ültessük be ezeket a szegény családokat, hogy tudatosak legyenek, hogy lehet. Én nem tudom, hogy ez így van-e. Csupa rossz tapasztalatom van, volt, hogy időnként bele sodródok, hogy mégiscsak meg kell csinálni. Volt, hogy hajléktalanokkal játszottunk, és amikor az volt, hogy hát akkor kölcsön kell kérni az uzsorástól, mert nem tudja más, hogy ő biztos nem, inkább meghal. Ő már ezt egyszer végigcsinálta, ő biztos, hogy ebben a játékban nem megy bele. Szóval, hogy veled, vagy egy gimnazistával megcsinálom, hogy elküldöm az uzsoráshoz, de aki ezt tényleg átélte, azt már nem tudom megcsinálni. Egyszer elhívtak egy, most ezt nem tudom, hogy itt lehet-e mondani, de már legfeljebb kivágjátok, egy táborba. Én nem tudtam, hogy mi lesz ott. Odaértem, állami gondozott lányok, 10 évesek. És egy pillanat alatt az volt, hogy Laci bácsi, leszopom. Hát akkor ezért lesz egy kis pénz. Na most, hogy kezeljem én ezt? Szóval amikor valaki tényleg ilyen borzalmasan, animálisan kiszolgáltatott helyzetben van, hát én ezzel nem tudok mit kezdeni. Szóval nem erre van a dolog kitalálva. Az, amit említettél, az egy izgalmas dolog volt. Az egy olyan játék volt, ahol vállalatvezetők, tehát ilyen rendes, jómódú emberek ültek egy helyi romatelepben élő családok tagjaival együtt, és az úgy ment, hogy a játék elején a szegény emberek mondták, hogy hát itt van, ért a pénzhez, tudod, a Pixeged igazgatója, hát majd akkor ő intézze. És egy fél óra után az öltönyösök mondták, hogy hát én nem tudom megcsinálni, hogy inkább ti. Más a koordináta rendszer. Egy volt miniszterelnök egyszer beült egy szociopolis játékba. És kitaláljuk. És hát úgy volt, hogy az a csapat, amiben ő ült, elég jól állt. Általában az összes pénzüket elveszítik, de nekik volt még 10-20 ezer forintjuk. És ő odaintette azt a színészt, aki az uzsorást játsza, hogy
elkezdte neki mondani, hogy hogy lehetne befektetni ezt a kis pénzt, hogy lehetne ebből sokat csinálni. És hát a mi színészünk, aki egy büdös szót nem értett ebből az egészből, hogy nézte egy darabig, ugye az uzsorást játszott, és mondta neki, hogy figyelj, én lányokat futtatok. Ha gondolod, szállj be abba, de ezt a dolgot ezt hagyjuk. Szóval egyszerűen más a vonatkoztatási rendszerünk, és ezt nem lehet átugrani. De gondolom beszállt, nem? Ja. Erre pénzügyi szakember, akkor biztos. Money is money, bitch. A szociális munkások helyzete az szerintem, így laikusként mondom azt, hogy talán rosszabb, mint a tanároké. Ki megy el ma segíteni elesetteket? Hát talán az első, amit erre érdemes reagálni, az az, hogy van egy nagyon rossz tapasztalatunk. Az emberek elfordítják a fejüket, hibáztatják a szegényeket, miközben, és pont ez a szociopoli például nagyon erősen megmutatta, miközben azért itt Magyarországon az emberek emberek. A diákok, akikkel végigjátszunk egy játékot, és a játék közben minden hülyeség az eszükbe jut, hogy egyék meg a patkányokat, hogy adják el a gyerek szerveit. Ugye egy beszorított helyzetben persze megpróbálnak valahogy kitörni ebből. És végül az előadásnak is oda jönnek ezek a gyerekek, hogy ők mit tudnának tenni, hogy ők hova tudnának elmenni önkénteskedni, vagy milyen kiút van. Szóval, hogy... Ez azért, nem egy ilyen nagyon rövid távú hirtelen föllángolt segítési szándék? Azért nem a gonosz birodalmában élünk. Szóval ezek a sokszor egészen borzasztó gyerekek, és hát én most szándékosan a tiniket mondok, akikről az a benyomásunk, hogy csak a pénz érdekli őket, meg a telefonjuk, meg a nem tudom, hogy azért igazából ezek emberek. Tehát, hogy megint, ha van egy olyan oktatási rendszer, ha van egy olyan közhangulat, amelyik egy picit alájuk nyúl, akkor hajlamosak, akkor képesek kimenni. A baj az, hogy amit lehet érzékelni most az elmúlt néhány évben, hogy hát pontosan arról beszélnek, hogy hát ha te bajba kerültél, nem tudom, az idős szüleidet nem tud ellátni, hát old meg te. Ugye most a szociális törvény változását próbálom elmondani. Ha te nem tudod megoldani, akkor keres egy egyházi szervezetet, vagy egy civilt. Ha az se, akkor próbálj az önkormányzathoz fordulni. Az államhoz csak a legvégső esetben menjél. Tehát, hogyha az üzenet ebben a világban, hogy mindenki a saját nehézségeinek a megoldásáért felelős, akkor ezt az egyébként létező szolidaritást, ezt a létező nyitottságot gyakorlatilag nem fogja senki becsatornázni. És ez baj. Ez azért baj, mert ez semmi más, mint ideológia. Nehéz ezt végig gondolni, hogy mi az okosság abban, hogy az embereket nem segítik ebben, hogy a bennük lévő szándékot valamilyen módon, nem tudom. De szokták mondani, hogy egy demokráciának a mérőszintje az, hogy hogyan bánik a szegényeivel. Hát lehet ez is. Most ugye említetted a szocmunkásokat. Ugye valóban egy nagyon nehéz ügy. Egyre kevesebb hallgatónk van, de nem biztos, hogy a szociális képzés az, hát minden felsőoktatási képzés, államilag finanszírozott helyek szűkül be. Most az elmúlt 10 évben egyre kevesebb hallgatója van az egyetemeknek, és ha már valaki úgy dönt, hogy a gyereke szerezzen diplomát, hát akkor ne egy olyan képzésben szerezzen diplomát, ahol majd lesz 150 ezer forint fizetése. És hát olyan munkakörülményei, amik hát borzasztóak. Tehát hajléktalan ellátásban ott nem reggel 8-tól 4-ig van a munkaidő, hanem éjszaka van, meg hétvégén van. A ti tanítványaitok milyen indítatásból mennek hozzátok? Igen, nehéz erre egy... Gondolom, általános választani. Általános választani, de azért van a fejemben egy rendesen sztereotíp válasz. A két irányban a katolikus lányegylet, és vannak a deviánsok. A katolikus lányegyletnek nevezett csoport az, aki esetleg valóban vallásos indítatásból, de érzelmileg azt gondolja, hogy neki fontos az, hogy segítsen az elesetteken. Hát vannak családok, vannak fiatalok, akik ebben nevelkednek, hogy ez egy erkölcsi kötelességünk.
azért nevezem őket katolikus lányaidletnek, mert ebben valóban van egy nagyon erős vallásos indítatás sokaknál, nem feltétlenül. A másik csapat, a deviánsok, akik végigéltek valami poklot az életükben. Mm-hmm. Volt egy drogos karrierjük, amiből valahogy kimásztak, szegénységben éltek, ahogy valahogy kimásztak, és azt gondolják, hogy szeretnének a többieket kirángatni ebből a dologból. Borzasztó nagy mértékű a pályaelhagyás, ez a 2005-ös felvételnek a tapasztalata, és miután valamennyire megteremtik az egzisztenciájukat ezek a fiatalok, 5-10 év múlva elkezdenek vissza szállingozni. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egy lelki indítatás ebben a dologban. Persze, marha jó lenne, hogyha lenne ennek megbecsültsége, hogyha lenne ennek anyagi biztonsága ennek a szakmának, de mégiscsak úgy látom, hogy ez egy érzelmi vagy ideológiai döntés nagyon sokaknál. Valóban úgy, ahogy mondod, még a most sokat emlegetett pedagógusoknál is egy sokkal nehezebb keretrendszerben, sokkal kisebb megbecsüléssel dolgozó szakma ez. Ugye egyetemi képzés, diplomát kapnak, és én tényleg azt gondolom, hogy ez egy komoly szakma. Hát az is vagy 10 éve volt, amikor az akadémia akkori elnöke elmondta, hogy hát azért az mégiscsak túlzás, hogy már a szociális munkásoknak is diplomája van, akik majd az ágytálat fogják kihurcolni a idős nénik alól. Szóval, már hogy... nem ő az elnök, ugye? Már nem ő az akadémiának az elnöke. Szóval, hogy ez az egész... karitatív, szociális, azt mondhatnánk, hogy egy keresztény konzervatív gondolat, hát ez nincs benne a mostani hatalomnak az érzrendszerében. Ez érdekes. Érdekes. Mert amúgy ugye, hát ez van kiírva a táblára. Ez keresztény konzervatív. Ez van kiírva a táblára, igen. Itt volt nálunk a Budapest Bike Mafiának a vezetője, és arról beszélgettünk, hogy hogyan jött az ő életében az indítatás, hogy segítsen, és mi az, ami miatt kitart a mai napig ez a tetrekészség benne, és az volt az egyik legfőbb válasz talán. Annyira jó érzéssel tölti el a segítés, hogy az minden anyagi jólétnél, vagy tehát érted, hogy minél több pénzt kereshetne, de őneki ez nagyon kielégítő. Nem él nagylábon, albérletben él, de nagyon szereti azt, amit csinál. És én azt gondolom, hogyha legalább pont úgy vezettem fel a műsort, hogy az emberi jóléthez kell egy minimális anyagi biztonság. Hogyha ezt meg tudnánk teremteni ebben az országban azok számára, akik szociális munkásként dolgoznak, akkor az nagyon-nagyon sokat segítene nem csak rajtuk, hanem azokon, akiken ők segítenek. Uh-huh. Igen, és még visszacsatolva, ezt az elején hoztad fel, hogy a boldogság és a pénz, és erről az jutott az eszembe akkor, hogy hát beszélgetek a nagymamával, akinek alacsony a nyugdíja, és mindig elmondja, hogy ó, vett egy lottószerveit, és akkor majd ennyit fog nyerni, meg annyit fog nyerni, és egyszer nekiálltam, hogy próbáljuk meg elkölteni. Megkapta az 1 milliárd forintot. Hát nem tudja elkölteni. Minden gyerekemnek legyen lakása. Utazzunk el valahova. Hát érted, tartunk 30 milliónál. És utána? Szóval, hogy ez, amit mondasz, hogy a vágyainkhoz, ha nincs meg az a minimális keresztrendszer, hogy biztonságban érezzem magam, hogy legyen ennivalóm, hogy tudjam a gyerekemet iskoláztatni, hogy el tudjak menni orvoshoz, az baj. De hogy egy idő után, hát most nem mindegy, hogy 1 millió, vagy 5 millió, vagy 50 millió, mit csinálok 50 millió forinttal? Most ez éppen nem egy akkora pénz, már sajnos. Igen. Nagyon fura akusztika ez, de szerintem ezzel is indítottál, hogy nem növeli meg a boldogságot a dolog. Viszont attól meg rettegnek azok, akiknél már tényleg szignifikáns tőke és azáltal hatalom is van, hogy azt elvesztik. Úgyhogy igazából lehetséges, hogy ha minél több van belőle,
Igazán lehet, hogy annál szarabb lesz az életed, mert egyszerűen félsz, hogy elveszted. Nagyon sok esetben szerintem ez megfigyelhető. Hányszor van olyan, hogy megnyerik a lottót, és azt mondják, hogy, hogy olyan rosszul még soha az életükben, hova rajtsem el, mire költsek, megbízhatok-e benne, egy egész szorongás halmaz kapott a nyakába. Igen. Ez egy izgalmas sztori, és erről nagyon sok leírás van, hogy ezek a lottónyertesek hogyan teszik tönkre a saját életüket. Tehát a ritka, kevés, mármint ritka jó sztori, nem? Aminek tényleg, hogy jó konstruktív kimenetele van, nagyon érdekes. Szerintem próbáljuk meg mi meg azt, hogy egy ilyen jó közép szinten próbálunk élni. Legyen meg mindenünk, ne kelljen nélkülöznünk, legyen sörünk és italunk. És vagy hogy aki nagyon nyomaszt, hogy kurva sok pénze van, én azon úgy tudok segíteni, hogy én vigyázzok rá. Igen, nem, adjanak ide egy kis minden segít podcastra, hogy tudjunk Bas Lászlóhoz hasonló embereket minél többet diskurálni. Szuper. Fantasztikus élmény volt, hogy itt voltál, és én őszintén bízom benne egyébként. Nem is tudom, hogy mit lehet ilyenkor remélni, de azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy mi az, ami felettünk történik, ahhoz, hogy bármiben olyan változás álljon be, ami tényleg időtálló, és nehogy Isten egy kicsit hosszabb életű, mint ami megírattatik mindig felülről, szerintem ahhoz az emberek többségének, az átlag embernek kéne egy kicsit valahogy empatikusabban, vagy nem akarok most tényleg, nem akarok banálisan vagy naívul hangzani, de úgy gondolom, hogy az, hogy nem tud valaki, hogy egy átlagos emberként nem tudsz tenni, nem kell semmit a nyakadba venned, nem kell egyedül valamit a nyakadba venned, de a saját részedet igenis tedd már hozzá. Én is, meg te is, meg mindenki. És szerintem ez nem egy embertelen, nem egy elvárhatatlan dolog. És attól, hogyha az ember tényleg ami tőle elvárható, vagy ami neki nem egy egetverő dolog, azt hozzáteszi ehhez és bármi egyébhez, vagy nehogy Isten mindenhez, akkor a saját élete is jobb lesz, mert egyszerűen jobban fogod érezni magad azáltal, hogyha a környezeted jobban érzi magát, igen, szerintem. Igen, a Bájkban fiás történet is. Igen, nincs, ebben nincs vesztenivalód. Ja. Nem lehetetlen dolog van elvárva, hanem csak valami emberi, mert mindannyian azok vagyunk, nem? Laci, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon jó, szépen, veletek, köszönjük. Köszönöm a meghívást. Hát nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattátok a Mindenségit legújabb adását. Hallgassátok a következőt is, ezt pedig osszátok meg, léci. És vigyázzatok magatokra, szeressétek egymást, gyerekek. És segítsetek másokon. Így van. Csá. Sziasztok. Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.